és már megy az élő közvetítés is, úgyhogy mindenki mosolyogjon. Valaki, aki a csevegésben van, írja már meg nekem, legyen szíves a linkjét az élő adásnak. Köszönöm. Szevasztok. Mindenki hall? Nagyon jó. Annyit szeretnék kérdezni első körben, hogy van valakinél meló kettes kazánhoz porlasztó? Esetleg? Eladó? Meló kettő? Senki? Nagy a csönd. Van? Nincs. Jó. Hova? Jó, persze. Még mielőtt bármit elkezdenénk itt a podcasttel kapcsolatban, mindenkit szeretnék köszönteni. Sziasztok! Szia, Charlie! Még azt nézem meg, hogy az internetnek integetünk-e vajon. Integessetek! Sziasztok! Na, elkezdjük majd lassan ezt az egész történetet. Amit lehet tudni, és már a kollégák mondták, rögtön a bejáratnál, aki nem vette át a Welcome Liquidjét pecsét ellenében, az megteheti. És ide tőlünk balra kiraktunk egy asztalra 3 darab névtelen jelölt kazánt, és mellé szopókát. Akinek van kedve és ízlelő bimbója, az nyugodtan fáradjon az asztalhoz. Vannak ilyen kis szilikonos sapkák, amit rá lehet húzigálni, és kóstolja meg. És utána vannak ott üres cetlik, amin leadhatja a tipjét, hogy na, ez vajon milyen íz. Kitölti, és a végén a helyes tippek között este szintén sorsolni fogunk, úgyhogy ízvadászatra föl mindenkinek, és további jó gőzölgést. Be van kapcsolva, Charlie. Be van kapcsolva. Ott ficerek, ha megnézem. Halló. És már hallatszik is. Nincs ott a megafon valahol, de ott van Charlie mellett. Nem tudom. Pipa cica. Zsír. Egy, kettő. Cica kutya. Azt mindjárt elmondom a további tudnivalókat is egyébként. Mindenkit köszöntünk akkor. És most elindítottuk. Azt szeretném kérni, hogy ha a mikrofont leteszed és nem kapcsolod ki, akkor erre tedd rá így. Sziasztok, ez az utolsó adás, amiben kimondom azt, hogy ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok, akik ma velem vannak. Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pifko Krisztián, vagyis Mújó. Szevasztok, mi történt veletek múlt hét óta? Figyelj csak, Charlie, mit mondta, hogy ez az utolsó adás, ahol kimondod? Igen. Mit? Ezt, amit az elején mondtunk. Nem azért, amiért te gondolod, várj egy picit, a hangerőn állítok az internetes hallgatóknak is, mert néznek minket live-ban, úgyhogy a kocsmatúra egy következő epizódjához érkeztünk, és ráfordítok ide, nagyjából látszanak a fiúk, én nem, de az nem is baj, talán így, pont annyi látszik belőlem, amennyi kell. Fifikából még spórolok egy picit. Így, né? Jó. Annyit szeretnék az itt megjelent úriembereknek és hölgyeknek mondani akkor, hogy a tombola, ami már az előbb mondta Kocsis Tomi barátunk, már zajlik. Itt fölöttünk levő kivetítőn látjátok, hogy mi az, amiért lehet játszani, és ott van mellette egy színkód is. A legelején, miután a fogamat kivertem, a legelején lehet látni, a pirossal jelöltük, az egy komplett Kuzi Next és egy Pelzo Full Set. A sárga az új készülékek és likvidek lesznek, a
kék az bontott tesztkészülékek. Ezek csak olyan készülékek egyébként, az új és a bontott készülékek, amiket Blacky vagy én teszteltünk, tehát baromira nem használtuk őket sokat. A zöldben pedig kedves Vaper társaink küldtek Angliától Németországon keresztül át Magyarországig bezárólag kazánokat, készülékeket, ezek is jó állapotban vannak, ezekért is lehet játszani bőven. Úgyhogy a tombola szelvény mindegyik darabja 1000 forint, tehát ilyen különbség nincsen közöttük, úgyhogy mindenkinek sok sikert szeretnénk kívánni hozzá. Az időtáblát, ami egyébként a mai napot nagyjából meghatározza, az is majd itt a prezentációban lehet látni. Kicsit megcsúsztunk valami Arzenál, vagy mi a túró foci meccs miatt, de próbáljuk magunkat ahhoz tartani, hogy éjfélre befejezzük. Így van. Na, mai naphoz valami komment? Hát nekem elég zűrös volt ez az utóbbi 2-3 nap. Egyrészt ide készültem, másrészt az látszik az embereken, hogy kezdenek pánikolni, és hát alaplé megrendelés az igen-igen megugrott az utóbbi időben. Gondolkozunk rajta, hogy hogyan lehetne esetleg még jobban kiszolgálni az igényeket. Azt gondolom, hogy majd mindenki figyelje a párásító elkövetkezendő részeit, ahol a túlélés technikáiról fogunk beszélgetni. Birkák jól vannak, kutyák ugatnak, amúgy rendben van minden. Én megragadnám az alkalmat, hogy szintén köszönjek mindenkinek. Elnézést, még az infernós tesztíz még egy kicsit a torkomban és a tüdőmben van. Úgyhogy így a fulladással közben szeretnék köszönni mindenkinek, akiknek nem sikerült személyesen is, mert beléptem, és így rettenetesen... Van orvos köztetek? Ez volt az inferno. Szevasztok! Szóval beléptem, és rettentő módon megilletődtem a tömegtől, és ide szaladtam gyorsan a kis sarkunkba. Úgyhogy ezúton is szeretnék köszönni mindenkinek, akinek nem köszöntem. Sziasztok! Az elmúlt heten meg munkával és Divisionnel telt. Fakél. Sokat nem tudnék hozzátenni. Bazd meg, ez nagyon durva. Aki meg szeretné kóstolni ezt az infernót, az hozzám jöhet, de mindenki saját felelősségre. És volt már, akit újra kellett éleszteni, és nem viccelek. Iszonyatos a cucc, de hogyha valakinek ilyen tüdőtisztulásra van szüksége, az remekül lekapar saját minden. Saját felelősségre. Akár úgy. Van, de van, ott van szopók a sarokban. Ez most igazából egy ilyen trükk a Charlie-tól arra, hogy szabaduljanak föl helyek, ahogy a mentők viszik el az embereket, és akkor így lehet rotálódni az ülőhelyeken. Egy picit fordítok a kamerán, hogy az élvezeti értéket növeljük. Jaj, de rock and roll volt. Olyan hír érkezett, hogy kivételesen Fifika és az én hangom rendben van, Charlie pedig halk. Akasztják a hóhért. Egy picit. 1, 2. Yeah. Cica, pipa, cica. És akkor az első versenyző. Tadadadadada. Ez az első... egyszemélyes tömegoszlató likvid. Oda légy szíves, oda a kamera elé, jó? Úgy, ott tökéletes. A kamera előtt kell megfulladni. Hát nem, csak legyen már valami látszatja is a dolognak, hogy miket kóstoltok. Az van, hogy te nem cívtad le tüdőre. Most látom. Nem jót szívsz. Várja, milyen kazánt adtatok neki?
Nem szívta tüdőre. Nem szívta tüdőre, fiúk, most mondom. Úgy, és most... Még, gyerünk, lefele. Sorba állnak, tovább. Az első férfi. Az besztüdő. Én még mindig érzem. Nem úgy szívják fifika, ahogy kéne. Karmol? Itt mi azon beszélgettünk, ugye, hogy ez olyan, mint hogy a sósavat szívnál. Na? Ez durva. Ez az, látod, na, a sunyi, na, utána na, jön. Na. Akkor azt hiszem, én kiköpöm az időmet. Nincs nálunk oxigénpalack. Se. Közben annyit mondanék, fifika, nem tudom, hogy hol fogunk kajálni, mert itt nincs hely az asztalunkon. Ha majd csinálunk. Jó, akkor adjuk tovább a versenyző szellemű fiataloknak. Ennyi. Lehet, hogy már ettünk. Ott állnak bele. Egyébként sorba, oda menjél egy picit hátrébb. Oda, úgy. Na, hát így kell. Ez az autentikus reakció, igen. Igen, kapszai cín. Köszönöm, fiú. Azaz, igen, ez is az a reakció volt, amire mi számítottunk. Oké. Hogy jut az embernek eszébe, hogy egy ilyet kikeverjem? Beszélgettünk Pettivel arról, mert néha szoktunk, hogy jól az a Hellfire, küldjön már, és akkor említette, hogy van valami picit durvább, mint a Hellfire, és neve még nem volt, de mivel a Hellfire azt már nagyon nem lehet fokozni, akkor Dante jutott róla eszembe, és mondom, mi lenne, hogyha adnánk neki valami kellően magasztos nevet, ami legyen mondjuk az Inferno, és akkor innen jutottunk el odáig, hogy 2x10 milli itt landolt nálam. Na, ilyen reakció is érkezett, hogy ez kurva jó. Szerintünk is egyébként. Most nem. Kiment a kamerából, fogja az arcát, kaparja a bőrét, és azt mondja, hogy most nem. Egy szolid köhintés volt a reakció. Na, egyébként, hogy beszálljanak azok is, akik nem tudnak itt lenni, megkérdeztük, milyen a hang. Szuper, pöpec, jó a kép és a hang, úgyhogy innen köszöntünk mindenkit. Fifika? Lehet nyomatni. Én még mindig azt mondom, aki ettől nem köhög, az nem úgy szívja, ahogy kéne. Két lehetőség van egyébként. Vagy gyíkember, ez az én konteum, vagy vastüdő. Tehát... Vagy X-Men. De az úriember, aki annyira jól tűrte egyébként a történetet, az most így egy picit így elvesztett az óra fölött. Az óra fölött a kontrollt. Pedig épp mondani akartam, hogy akkor egy 10 millis ugyanilyen ízt fölajánlok neki. Most valaki kérdezi tőlem a Facebook oldalon, hatás. Hogy lesz-e élő közvetítés? Hát van. Most van. Hát most megy. Valaki linkelje be neki, mert azt pont nem tudjuk megmutatni, de fölraktam egy fényképet, nem tudom, te ezt láttad-e. Garamvölgyi Dénestől néz, milyen pesgőt kaptunk. Nagyon pipec. Százas milleniumi podcast közönség találkozó, és nem gagyi, mert Martini pesgőt kaptunk, úgyhogy... Köszönjük szépen. Ezúton is köszönjük neki. A lesz-e élő közvetítés kérdésről Douglas Adams galaxis úti kalauza jutott eszembe.
amiben az időutazás által a időutazás tényének a hatása a nyelvtani szabályokra felett filozofálgat el, hogy megszületnek az olyan létigék, mint a leszt, és hasonló. Volt egy ilyen adás címünk, hogyha emlékszel. Igen? Tudod, amiben benne volt ez a nyelvtannál ciskodtunk ott egy adásban, pont ilyennel kapcsolatban. Nem tartom elképzelhetetlennek. Ezt de nem már... mondod, hogy van pecsét a kezeden. Kaptam pecsétet, elcsíptek. Nem szívecskés, szmörfös. Nézd meg akkor, hogy mi van körbe. Szívecske. Hát csak rosszul látod, lemaradt. Láttad azt a videót, kör egyik fele. A dobrai brazilokat? Mi ez itt a kocsiba karcolva? Szívecske, nem? Na, mondom én, pénisz! Úgyhogy kivertem sikeresen a fejemből, hogy mit akartam. Nem tudom, de én nekem ehhez a bélyegzőhöz még annyi hozzáfűzni. Ja, időutazás. Igen, való mindjárt. Van, hogy a Charlie-val sokat gondolkoztunk rajta, hogy bélyegző vagy lyukasztó, aztán végülis a bélyegzőnél maradtunk. Mindenki nagy szerencséjére a bélyegzőnél maradtatok. Na szóval erről jutott eszembe az időutazásról, hogy most kicsit arrébb fordulok. Nem tudom, láttad-e azt a vírus videót, most kering a neten, a New Yorki metróban gyűjt egy faszi, egy dobozzal, hogy időutazásra gyűjtök, Kickstarteren, Indiegogon és itt a metróban, és ott kalapol, dobálják az emberek a lóvét, és az volt a titok csak, hogy akik benne voltak a történetben, azok mind egypetélyű ikrek voltak. Következő megállónál felszáll ennek a faszinak a szakállas testvére, és körbe rohan a metrón, hogy ne adjatok pénzt az időgépre, ne adjatok pénzt! És mindenki néz, hogy mi a fasz van? És az egyik csávó mondja, hogy hát ez biztos ikrek, vagy valami kamu. És akkor felszáll a csávónak, ennek a csávónak az ikertestvére a metrón, és mindenki így ledermed, hogy ez mi a fasz? És mindenki győzködik őket, tedd vissza pénzt, nem kell, nem kell, nem kell, nem kell időgép, nem kell időgép. Na és a végén bevallották, hogy nem őrültetek meg, hanem tényleg egy petélyű ikrek vagyunk, és egyébként tényleg nem kell időgép. Ja, Isten. Bár nem tudom, néztétek-e, hogy Marty McFly-nak a cipőjével most ősszel kijön az önbefűzős Nike-val a Nike. Úgyhogy én már Nike Plus tag vagyok, úgyhogy ez szükséges egyébként hozzá. De valami évfordulója van a... Hát volt, mikor 85-ben jött el, 2015-be, most semmi ja, évfordulója most semmilyen nincs. Hát a Nike akkor még megcsúszott egy évet. Hát de valahogy időgépen majd megoldják. Látom mindenki. Aki még nem kóstolta egyébként, de nem csak ez a pusztulat inferno van nálunk. Ott van az asztalnál a... Mit szeret? Hát mondanám, hogy egy nagy büdös lófaszt. Majd ha rendesen köhögsz tőle itt, akkor meg kérhetsz tőle. Jó? Várjál. Ott az újabb versenyző, persze. De ezt már nem mutatjuk kamerába. Csinálsz egy ilyet, hogy... Gyíkember! Ezt gyíkember. Akartam mondani, ő is gyíkember! Gyíkember! Dobjátok ki, gyíkember! Erősebb nincs. Vezessétek ki! Ettől függetlenül, aki azt mondja, hogy ez finom, az hazudik. Az hazudik. De egyébként a csoki. A csoki, ha megszagolod, azt hittem, hogy az gőzöli ennyire. Ha külön megszagolod a csokit, az úgy még elmegy szódával. Hát komolyan mondom, most már beleszívok én is még egyszer. Isten. Mi van? A szemüveget keresed, vagy a oxigénpalackot? Nem. A Infernoért kutakodik. Hordágy van a kocsiba? Akkor jó. Így lesz két fős az adás. Isteni. Ez a titok akkor, hogy le kell hagyni, hogy ott tombolja ki magát. Isteni. Isteni. Lackó Attiláról jutott eszembe, hogy maradjál már, viszem a bankot. Téged meg fognak lincselni, ha a múltkori után megint nyersz, azt tudod?
Ez szőnyegbombázásnak minősül már. Nem árulok el nagy titkot, egyébként én láttam, mikor behozták a tortát. Zseniál. 140 szelet nem lesz belőle, de szép nagy tortát kaptunk. Nem Lackó Attilának, mert ő csak a fuvaros volt. Renátának ezúton is köszönjük szépen. Én meg nem figyel, lesz a szarja. Lackó, köszönjük szépen Reninek a tortát. Igen, egész héten elődiétáztam. Ez az előgondolkodás egy speciális formája. Nem tudom egyébként, az elkapott beszélgetés, az neked megvan, amit ott a Benedáék leműveltek, és te a végén ráfűztél? Hát láttam, hogy ráfűztem a végére, úgyhogy meg kell, hogy legyen. A Luddit a csoportba beindultak, a Sisere had. Tudod, mit nem akarok elfelejteni? Beszélj közelebb a mikrofonba, Charlie. Fuck yeah. Megszoktam az otthoni mikrofont, hogy előtte van még a szivacs. Megnézem gyorsan a... Fifikától is furcsa, hogy nem húz a mikrofonra se harisnyát, se dobozt, se semmi. Csak így bőrén, szőrén üli meg a mikrofon. És a birkák se bégetnek, a kutyák se ugatnak. Nálam sem megy a trolli. Macskát se kell lepakolni a monitor elől. Azok, akik itt ülnek és unatkoztok egyáltalán? Vagy mi van? Német? Vagy mi van? Na fiú, ha van egy pici szabadidőtök, meg telefonotok, van telefonotok? Tablet? Ilyen hülyeségek? Oké. Van egy olyan oldal, nekem is csak úgy mondták, hogy elcigitesztek.hu. Menjetek már oda, legyetek szívesek föl. A telefonnal, nem az elcigivel. Úgy, és ha fölmentek, akkor láttok ott egy olyan bejegyzést, hogy... Hát az sose baj egyébként, hogyha bejelentkezel az oldalra, mert akkor nem látsz mindenféle zavaró dolgokat. Hogyha bejelentkeztek az oldalra, és megnézitek utána a fő oldalt, akkor van ott egy bejegyzés rögtön a legelső, ami úgy kezdődik, hogy védett párásító podcast 100. adás quiz. Itt válik el, nektek is mondom, itt válik el a férfi a fiútól, a búza az ocsútól, hogy ki jött a nyereményekért, és ki jött azért, mert valóban hallgatja a podcastet. Lackó Attila, múltkor nagyon leszerepeltél, úgyhogy szeretném, hogyha most hű padavanhoz mérten teljesítenél is. Csak a kúzi, csak a kúzi. Na, tehát ott az a... Mire hajt a puszira? A jelszó az párásító ékezet nélkül, de lehet, hogy nem. Mindjárt megnézem. Mert én se tudom. Mindjárt addig beszél egy kicsit Fifika és Mujó. Beszélj, légy szíves az általad most tesztelt likvidről. Most kóstolom a Pilvax Fantázia nevű centenáriumi likvidet, és én... Hogy hívják azt? Pörkölt szezámmagot vélek benne fölfedezni, ami nyilvánvalóan nem lesz benne. Azt vagy ez, vagy azt egy... Azt hittem először azt mondta, hogy pörköltet vélek felfedezni benne. Vagy egy cserebogár lába benne maradt. Érdekes, mi ez? Egy cserebogár lába. Cserebogár lába mi lenne? Tehát vanília alapról indult, kávéval folytatódott. Így, hogy mondod, így már szinte már kezdem fölismerni az ízeket. Kávéval folytatódott, pándi megy a következő réteg benne. Mi a nyavaja az a pándi megy? Pándi megy. Mi az a pándi megy? Az egy ilyen nagyon citrusos, gyümölcsös megy íz. Aha, sose találkoztam. És a legvégén bele van borítva egy hamutál. Oké, hagyom egy picit, hogy Mujónak ülepedjen, addig mondom a jelszót, fiúk. Egy hamutál? Igen. Egy igazi hamutál? Nem. Lefőzted a hamutálat benne, vagy? Nem. Tehát a jelszó ékezetek nélkül kisbetűvel párásító 2000... Indulás. Te karriert éveztettél, Charlie. Nagyi, gyere ide, légy szíves. Erős bagós voltál lánykorodban? Ajajajajaj. Annyit, azt elfelejtettem mondani, fiúk, hogy lehetőleg ne, még egyszer mondom, ne a helyi wifi-re csatlakozzatok, mert azzal kinyírjátok az élő streamünket. Ennyi adatja mindenkinek legyen. Köszi. Sose tudjátok meg, mi történt Velszben.
Jaj. Nagyi kedvesen csak annyit mondott, hogy ez a likvid, a menj a picsába likvid. És azt Charlie elfelejtette mondani, hogy amikor záróra lesz, akkor egy ipari gőzgébe belelocsoljuk a maradék infernót, és beküldjük a légtérbe, ezzel jelezve diszkréten, hogy elérkezett a vége, de ez még messze van. Gergővel egyébként kipróbáltuk, egymás arcára ráfújtuk a füstöt, és akkor is könnyeztünk. Szuper szexi lehetett, ahogy Gergővel fújjátok egymás arcába az infernót. Nagyon meghitt program. Valami beindult bennünk, nem tudom neked szavakkal leírni. Elindult. Jaj, előveszem a kis új szerzeményemet, cukorpofa. Valamit kifolyadtam itt csöndben. Reméljük nem a likvidedet. Reméljük. Velsznél jártunk, Velszben, és szóval a velszi, nevezük parlamentnek az egyszerűség kedvéért, de nem az. Assembly, ez az Assembly-nek hívják az ottani országgyűlést. Fejükbe vették, hogy hozzánk hasonló módon korlátozni fogják az elektromos cigaretta használatot Velszben. Kitiltják minden olyan területről, ahol távolról és közelről kiskorúak, gyermekek előfordulhatnak. És úgy nézett ki, hogy ez sikerül is nekik. Egész nyáron kampányoltak a velszi liberál demokraták, nagyon komolyan gyűjtötték a lóvét és ütötték a vasat, hogy még csírájában elfolythassák ezt a kezdeményezést, amit egyébként a velszi munkáspártiaknak köszönhetünk, az ő kezdeményezésükre jött létre. De sajnos nem sikerült. Én emlékszem rá, nem tudom ti mennyire olvasgattátok, de ott mehettek prezentálni velszi vaperek, ott az Assembly-nek előadhatták, velünk ellentétben ők előadhatták az álláspontjukat, stb. Stb. De nem sikerült megtorpedózni a törvényjavaslat kezdemény csökevényt, és finishbe ért, és úgy nézett ki, hogy meg fogják szavazni. Ott annyit kell tudni Velszről, hogy többségben vannak a munkáspártiak jelenleg, de nincsenek elegen ahhoz, hogy szavazzanak. Ezért ők kvázi ilyen koalícióban szavaznak az ottani nacionalista párttal, és velük karöltve szerették volna kiszorítani a nyilvános helyekről és közterületekről az elektromos cigarettát. És minden adott volt ahhoz, hogy ez sikerüljön is. Egy néhány hete keseregtek is Velszből elég durván az emberek, hogy ennyi, nem sikerült, jön a hétszűk esztendő, rettenetes lesz. De porszem csúszott a gépezetbe, ugyanis egy nappal a szavazás előtt az egyik munkáspárti képviselő az ottani Assembly-ben felszólalásában megeresztett egy igen cinikus hozzászólást, amivel a nacionalistákat illette, a nacionalistákkal való együttműködést egy olcsó randihoz hasonlította. Erre az önérzetes velszi nacionalisták azt mondták, hogy igen, bazd meg, akkor tudod, ki fog veled szavazni. És másnap ellene szavaztak a törvénynek, és megbukott Velszben az elektromos cigarettákat a nyilvános helyekről és közterületekről kitiltó törvényjavaslat. Nem éppen úgy sikerült megtorpedózni, ahogy azt eredetileg elterveztük, de az apró dolgoknak is tudni kell örülni, csak így tovább. Én leszek az, aki itt az élő események folyamába titeket visszarángat. Írták az élő cseten egyébként, hogy a jelszót még egyszer. Az élő cseten nézőknek mondom, hogy a játék az nem arról szól, hogy ott játszunk és aztán megnyerjük, hanem eljövünk a találkozóra, itt vagyunk és itt játszunk. Aki nincs itt, amikor a sorsolás lesz, akkor újra fogunk sorsolni. Ezt nektek is mondom. Szóval a távol lévők doszolják a szervert. Az. Tőzsdézzek, mi? Okos. Nos, visszatérve az e-cigi világába, egyre inkább körvonalazódik az Európai Unióban az a álláspont, hogy jövőre valamilyen adót fognak kivetni az e-cigaretta likvidekre. És hát ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy dolgunk lenne, nem tudom, Krisztián, te hogy gondolod, de egy EVUN szintű kezdeményezés mindenféleképpen jót tenne annak a dolognak, hogy ne legyen az e-cigaretta
adó köteles termék. Igen, ezt már a múltkori adásban is megpedzegetted, hogy kellene egy ilyesmit csinálni, én abszolút benne vagyok. Egyetlen egy problémám van, hogy rettentő lassú lefolyású ez az egész. Hát első körben szerintem egy EU-s petícióval lehetne megtámadni, mint olyan. Az egy kicsit, hogy fél éven belül elkezdenek vele foglalkozni, még ugye egy polgári kezdeményezésnél alsó hangon másfél év, mire abból bármi leketyeg. Plusz a korábbi európai polgári kezdeményezésből kiindulva, ez igazából ilyen, dobnak egy csontot a szerencsétlen polgárnak, aki azt hiszi, hogy akkor most majd fog tudni változtatni a dolgok menetén, meg a sors kerekén tekerhet egyet. És aztán a vége eddig mindig az volt, hogy amikor, ugye mi nem voltunk sikeresek az európai polgári kezdeményezésünkkel, de a sikeres európai polgári kezdeményezéseknek rendre az volt a kimenetele, hogy megköszönte az Európai Bizottság, visszavonult dönteni, majd azt mondták, hogy köszönjük szépen, úgy döntöttünk, hogy nem lépünk az ügyben semmit sem. Egészen elképesztő. Nagy vízhangot és nagy port kavar az összes ilyen holmi egyébként civil oldalról Európa szerte nagyon durván támadják az Európai Polgári Kezdeményezés intézményét, és szeretnék, hogyha komolyabban venné ezt az EU. Ha már egyszer ugye a kiindulási alap az volt, hogy részvételi demokráciát az EU polgárainak, és ez volt a kiindulási alap, akkor ne csak egy ilyen látszat intézkedés legyen, hanem valóban legyen súlya és kötelező legyen reagálni valamit a sikeres kezdeményezésekre. De csináljunk valami ilyesmit, mert ez egy nagyon durva böszmeség, és teljesen indokolatlan az egész. Azon kívül, hogy dollárjelek pörögnek egyes embereknek a szemében. Ezt pont a múltkor beszéltük ki azt is, hogy az a félmondat, amit oda bigyeztettek, hogy tartsuk rajta a szemünket, mert amennyiben az elektromos cigaretta népszerűsége növekedni fog, úgy súlyosabb adóterhekkel kéne terhelni. What? Tudunk olyan európai civil kezdeményezésről, aminek egyébként volt a sikere, tehát nem utasították a végén vissza, vagy befolyásolni tudott bármilyen döntési mechanizmust? Nem. Több is volt, nem volt sok, kettő vagy három volt, ha jól emlékszem, és nem. Tehát akkor gyakorlatilag az Európai Unión belül a civil társadalom az konkrétan le van szarva. Hát a szép szavak azok úgy szólnak, hogy csináljátok végig ezt a másfél éves procedúrát, izzadjatok, hullajtsatok vért, és hogyha sikeresen összegyűjtötök körülbelül 1,2 millió aláírást, mert a hitelesítés végén abból lesz kb. 1 millió, akkor hajlandóak vagyunk úgy csinálni, mintha elgondolkodtunk volna rajta, hogy csináljunk-e bármit az ügyben, de a gyakorlat azt mutatja, hogy letolják az egészet. Úgyhogy nem. Zseniális. Akkor evezzünk hazai vizekre, Krisztián. Mi történt itthon? A legnagyobb meglepetésemre, illetve nem nagy meglepetésemre, mert hogy magára a dologra, nem mondom azt, hogy vártunk, de benne volt a pakliban, hogy előbb-utóbb a dohány kiskereskedők megkeresnek minket, mint egyesületet. Ezen a héten egyébként megtörtént, tehát fölvették velünk a kapcsolatot. Igazából nem tudom, hogy mire kellünk, vagy mit tudunk mi ebben az egész dologban tenni. Én a magam részéről annyit fogok tenni ez után is, meg ez előtt is. Egyrészt megköröztetjük a lehetőségeket, hogy miben tudunk kvázi együttműködni, vagy hogyan tudjuk befolyásolni azt, ami 20-a után a trafikokban fog körvonalazódni. És ugye a kérdés az volt, hogy egyáltalán szóba álljunk-e velük. Én azt gondolom, de még egyszer mondom, mindenkivel fogunk konzultálni ebben az ügyben. Én azt gondolom, hogy nem tehetjük meg azt. Nemzeti konzultációt tartunk. Nemzeti konzultációt tartunk, így van. Én azt gondolom, hogy nem tehetjük meg azt, hogy becsapjuk előttük az ajtót, és azt mondjuk, hogy menjetek a picsába. Egyrészt, mert egy lehetőséget fogunk elszalasztani arra, hogy bármilyen befolyásunk legyen az ezután történő dolgokra.
Másrészt nincsenek hiú ábrándjaink abból a szempontból, hogy mit tudnak és mit tudnak és mit nem tudnak velünk megtenni, de gyakorlatilag kármentésnek vagy esetleg a dolgok befolyásolására, ha lesz bármilyen eszközünk, akkor azt ki kell használni egyrészt. Másrészt pedig nekem mindig az arctalan tömeg lebeg a szemem előtt, akik nem fórumoznak, nem szuper userek, mint ahogy mi, hanem csak egyszerű fogyasztók az e-cigaretta piacon. Profi kezdők, igen. Kíváncsi lennék a ti véleményetekre is egyébként. Azt mindig jó indulatúan elfelejtik azok, akik kaszát kapát ragadnának, és kiegyenesített kaszáikkal felszúrnák rá a dohányforgalmazókat, hogy hiszen ezt nem ők találták ki, az az egyik. A másik, hogy amit már elmondtunk az előző adásokban is, hogy minden helyzetből ki kell hoznunk nekünk azt, amit ki lehet hozni, a legjobbat. Most fogalmazzunk úgy, hogy a lehető legrosszabbból kárt kell enyhítenünk. Ez most így tud megvalósulni, tehát ha ehhez arra van szükség, hogy egyeztessünk az ő szakmai szervezeteikkel, akkor igen, le kell menni kutyába, és egyeztetni kell, mert hogyha nem segítünk, akkor higgyétek el, hogy még szarabb lesz. Hát ugye egyrészt még mindig nem tudjuk, hogy mi lesz a határokon átívelő kereskedelemmel. Úgyhogy az egy hatalmas homály, hogy onnan működni fogja a dolog. De egy kezdőtől meg viszonylag nehéz elvárni azt, hogy rutinosan kezelje a külföldre szakadt hazai vállalkozások weboldalait, vagy külföldi weboldalakat. Nekem az előbb, ahogy mondtad, egy olyan vízió ködlött fel a szemeim előtt, hogy nyilvánvalóan azt tudjuk, hogy nem mindegyik trafik fog normális mennyiségben és minőségben, ha egyáltalán fog elektromos cigarettával foglalkozni, mert mint ahogy az a trafikban dolgozó LCG használó, aki Facebookon írta, a múltkori adásban olvastad be az egyik hallgatónknak a hozzászólását. Ja, ehhez, hogy aki trafikos volt? Igen, hogy a helyi adottságok sem feltétlenül adottak ahhoz, hogy megvalósítható legyen egy normális elektromos cigaretta készleten tartása és forgalmazása. Minden esetre nekem egy olyan dolog ködlött fel bennem, hogy azok az egységek, azok a kereskedelmi egységek, akik vállalják azt, hogy hajlandóak forgalmazni értelmezhető minőségű készülékeket, és kvázi beregisztrálják magukat az egyesületnél, akkor az egyesület közzé tehetné azoknak a helyeknek a listáját, ahova egy elektromos cigaretta használónak egyáltalán van értelme betenni a lábát, hogyha bármiféle eszközre van szüksége. Nem tudom, ez mennyire hülyeség, csak ez ugrott be így az előbb. Egyáltalán nem hülyeség, sőt, még talán a tüntetés környékén Dovival már a technikai föltételeit egyébként megteremtettük az egyesület oldalán. Előgondolkodtunk. Hogy 20-a után esetleg, hogyha lesznek olyan szuper usereket is kiszolgálni képes trafikok, vagy olyan likvideket forgalmazók, akik megtartják a régi, jól bevált magyar eredetű márkákat, és ezeket forgalmazzák, akkor ezeknek az elérhetőségét az egyesület oldalán is közzé tesszük. De még egyszer mondom, fogalmam nincs, hogy hogyan tudunk mi ebbe az egész történetbe becsatlakozni. Egyetlen egy dolgot tudok, ahol a tököket meg lehetne mellesleg fogni. Ezt már mondtam neked, Krisztián, csak nem fejtettem ki. Ez pedig a profit. Tehát ha az e-cigarettás társadalomban lesz annyi, nem is tudom, kurázsi, hogy egy kvázi polgári engedetlenségi mozgalommal meg tudja bénítani
az ő forgalmazási nem lesz. Terveiket nem lesz, mondja Charlie lemondóan, akkor valamennyire azt gondolom, hogy ütőkártya lehet a kezünkben, illetve tudunk valamilyen kompromisszumokat kicsikarni. Ha ez nem így lesz, nem így lesz. Visszatérve a Charlie mondandójához, egyébként valóban a háttérben az van, hogy ezt nem ők kérték. Tehát bárki is azt gondolja, hogy a trafikosok két kézzel kapnak az e-cigaretta forgalmazás után, az hihetetlen téveszmébe van. Gondoljátok végig, helyet kell neki biztosítani, árut, pénzt, anyagot, tudást, eszközt, kiszolgálást. Tehát ez nem olyan, hogy fölked a polcra még a piros Marlboro mellé egy narancssárga. Hát meg itt két dologról van szó. Egyrészt a visszajelzések alapján nagyjából azt lehet tudni, hogy a hátuk közepére kívánták ezt az egészet. Másrészt meg különbséget kell tenni a trafikos meg a koncesszió tulajdonos között. Mert az egyszeri emberke, aki üzemelteti a trafikot, az ritkán ugyanaz, mint aki valakinek a rokonsága és barátsága miatt megnyerte a kis koncessziós szerződését, és akár 8-10-15-20 trafik fölött, koncessziós joga fölött rendelkezik. Ők lehet, hogy ezt jó ötletnek találták egy ilyen pártrendezvényen egyszer, egy Bogrács Gulyás mellett, hogy majd ez is majd a mi kis vállalkozásunkba csorog be, de az a polgár, aki ott van talpon és intézi és kvázi üzemelteti a trafikot, nem ő volt az, aki ezt a mutyit szerette volna, és most ők azok igazániból, akiknek ez a nyakába szakad. Sajnálni nem kell őket emiatt természetesen. Valahogy valami kis fényt kell megtalálni az alagút végén. Jó, én azt javaslom egyébként, hogy most már az e-cigi tesztek. Az egy... Fasz a gyerek vagy. Ez egy, hogy mondjam, Friday elszólás volt. Tehát az egyesület oldalán a párásító csoportban és a nagyobb Facebook csoportokban fogunk erről tovább vitát folytatni, illetve... Előgondolkodni? Együtt gondolkodni. Elő. És elő gondolkodni. Illetve mindent, ami az Egyesület és a Dohánykiskereskedők Szövetsége között folyik kommunikáció, azt mindenféleképpen nyilvánosban előttetek, és a tudtotokkal fogjuk megtenni. Na, ugorjunk! Még az ugrás előtt annyit szeretnék nektek mondani, hogy akinek gyenge az Inferno, Charlie kért ide borsot mellé, megszoratja. Igen, nem, ez az én rántott sajtom lesz, fiúkák. Borsos rántott sajt. Borsos, infernos rántott sajt. Fakja. Az kemény. Elmondjam, hogy Charlie ilyenkor mit szokott mondani? De egy paraszt vagy, bazd meg, adásban eszel. De várj, ez nem horál ki. Ez nem zörög, kikapcsolom a mikrofon. Na szóval annyit szerettem volna mondani, hogyha megnézitek Fifika roppantó kidolgozott felső testét, vagy az enyémet, ilyen szép pólókat lehetett rendelni a fiúktól, akik nem én vagyok, tehát nem én árulom a pólókat, viszont lehetett ide kérni. Aki nem kért, de mégis szeretne ilyen pólót, itt a sarokban lehet őket megtalálni, ugyanilyen póló van rajtuk, csak inverzbe is, épp kortyolják a sört, meg szívják az e-cigit, náluk van ilyen póló, az árát most nem tudom megmondani, de pénzbe kerül, az biztos, és lehet venni, minden méretben van még. És szeretném jelezni, hogy a 3XL-es, amit én kaptam, kicsi. Melben szorít természetesen, nem lejjebb. Úgyhogy a 4XL-es be kell vezetni a piacra. Ahogy mondani szokás, Charlie, nem a kifli a kicsi, hanem a pofád nagy. Vannak még hazai hírek egyébként, eheti friss és adáscím is eszembe jutott e kapcsán. Ne, az adáscímünk már megvan. Már megvan elvileg. Az adáscímünk. Akkor... Hát ugye azt mondtad, hogy millennium sarkon, de hát a millennium az 1000, tehát ahhoz még egy picit gyúrnunk kell, de valamit... Akkor nem torpedózom meg, akkor nem mondok semmit majd jövő héten. Ne, mondjad csak.
a Rés a pajzson hadművelet. A héten válaszolt 23 hónap csúszással az egyik közérdekű adatigénylésemre a Korányiból dr. Kovács Gábor, a Korányi igazgatója. Ezt nem hiszem el. Esküszöm. De én is sokkot kaptam totálisan, hogy mi van. Már nem is számítottam rá, mert ugye a Korányi volt az, akik így elegánsan inkább nem is válaszoltak ezekre az adatigénylésekre. Egyrészt, és ő volt az, aki azt mondta, hogy a stílus az ember. A stílus az maga az ember. Maga az igen, ember. Igen, igen. Na ő válaszolt nekem személyesen egy kétoldalas hosszú-hosszú írásban, és duplán sokkot kaptam, mert az egészségügyi háttérintézmények eddigi gyakorlatával szemben, akik ugye azt mondták, hogy hát itt, mi itt kérem, döntést készítettünk elő, úgyhogy a következő 400 ezer csillió évre itt minden titkos, mert különben fölborul az ezer éves rend, üres. És oda az üzemszerű működése az intézményeinknek. Ő nem. Azt a választ kaptam, hogy... Először is elnézést kérnek, hogy ilyen sokáig elhúzódott a dolog, de utána jártak, hogy mivel is jár ezeknek az adatoknak a kiadása. És a helyzet az az, hogy a munkaállomásokról bejelentkezni, akkor nem lehet menet közben dolgozni, az IT szakembereket rá kell állítani a keresésekre, stb. Stb. Hogy tudjuk, hogy ez melyik adatigénylés volt, ez az a fajta adatigénylés volt, ami az összes elektromos cigaretta, szopóka, leszokás, e-cigi, blablabla, blablabla, kifejezést tartalmazó dokumentumot, illetve a levelezést és a T7404 előkészítése kapcsán folytatott levelezést és dokumentumokat kérnék ki. Ezen kívül tájékoztatott arról, hogy az intézmény jellege miatt a leszokás, leszoktatás, kifejezés az nagyon-nagyon sok páciensekkel foglalkozó dokumentumban is szerepel, így az összes dokumentumot és levelezést, amit érintenek ezek, az egyesével végig kell nézni, hogy van-e benne olyan betegjogi szempontból nem kiadható személyes adat, ami miatt azt ki kell feketézni, nem szabad odaadni, stb. Stb. Tehát még egy hatalmas manuális munka kell erre az egész dokumentum halomra, több tízezres dokumentum halomra, hogy megszűrhessék úgy, hogy valóban mi az az információ, ami kiadható, és hogy ennek a költségei több millió forintra rúgnak, de amennyiben hajlandó vagyok kifizetni, akkor természetesen ők ezt nagyon-nagyon szívesen elintézik és kiadják. Nyilvánvalóan egy kicsit nagy hálóval merítettünk ezúttal, de már maga a hajlandóság, hogy hajlandóak foglalkozni a kérdéssel, az ugrott be egyébként erről, hogy rés a pajzson. Tehát itt már valami kis fény látszik az alagút végén, hogy megint kifejezést ismételjek. Úgyhogy én arra jutottam, hogy nagyon-nagyon előmenet közben és utógondolkodom ezt az egészet, és megpróbálom a kikért adatok körét leszűkíteni olyannyira, ami még hétköznapi halandó fejjel is fölfogható összegeket emészthet fel annak az előállítása és kiadása, és ezzel egy kicsit megtisztítom, újra nekifutok ennek a dolognak. Például lehet, hogy elég nekünk dr. Horváth Ildikónak a levelezése, kell a teljes intézményé. Én is azt gondolom, és ott aránylag kevés lesz a betegjogi kihúzás. Bizony, bizony, bizony. Úgyhogy egy kicsit finomítani kell a dolgon, de itt az első egészségügyi háttérintézmény, aki nem azt mondta flagmán és bunk. De lehet, hogy dr. Kovács Gábor úrnak végül is megérintette a lelkét az a blogpost, amiben a lekezelő stílusuk és a pökhendi nem foglalkoznak velünk, és mi kis porszemek vagyunk dolog, megérintette a lelkét, és azért úgy döntött, hogy akkor érdemben hajlandó foglalkozni a kérdéssel. De azt te személyesen is megküldted neki. Megküldtem neki, igen, igen. És arra még nem válaszol. Nem arra még nem, de mint látjuk, lehet, hogy el volt foglalva az adatigénylés körüli dolgokra. Minden esetre ez bíztató. Nyilvánvalóan, ahogy a brit kifejezés erre, ez a stonewalling, hogy úgy csinálnak, mint ha csinálnának valamit, de igazándiból ellehetetlenítik a dolgokat, és megy az időhúzás. De nyilvánvalóan, amilyen mennyiségű adatot kértünk ki, ez belefér, hogy fussunk vele még néhány kört. Finomítunk rajta, és aztán meglátjuk, mi lesz. Finomodik, finomodik. De ami a végén kijön... Az még mindig nem finom. Na, egy picit... Az még mindig propilén glikol. Ami... Az ami nem vég... az, az nem. A glicerin az, ami végbélbe való. Bocsán. Kicsit online-nak leszünk.
valaki beírta nekünk bejegyzi kommentként, hogy kezdődik a Fradi meccs, nagy dilemma, podcast vagy Fradi meccs. Mi ezen a dilemma? A podcast. Igen. Mi az a Fradi? Várj egy picit. Azt tudod, hogy te milyen sörözőbe vagy most? Itt ilyen foci meccsek szoktak menni a háttérben, úgyhogy óvatosan. Jaj, az a nagy zöld, amin ilyen kis pacák mászkálnak. Ja, ott kergetik azt az egy labdát 22-en. Őrület, azt hittem, hogy ez valami gyepmesterképzés. Na, a következő komment az hozzád intéződött, Mujó. Azt mondják, hogy hiányérzete van az úriembernek, mert hiányzik a sípolásod. De én azt felvilágosítanám, hogy nem ő sípolt, hanem Fifika, de megjött a rántott sajtó közben. Nem igaz, Charlie, nem igaz, mert a Pelszó sípolt olyan durván. Igen, én sípolok, Fifika hörög. Jó, úgyhogy ennyi volt a komment. Valami sípolást a kazánodból tegyél már bele, jó? Én meg addig most eszem is elfordítom egy picit a kamerát. Felétek. Sípolj, Mujó! Túltöltöttem egy kicsit pilvaxal, úgyhogy... Mert te most te se sípolsz. Szerintem elnyomja a háttérzaj. Én is arra gondoltam. Ízre is finom ez a pilvax. Charlie tarhál tőlünk 50 forintot. Nézzétek meg, itt etetjük, itatjuk. Jó étvágyat, Charlie. Most mi lesz akkor? Ebédszünetet tartunk, vagy? Köszi. Én el akartam menni köszönteni a családot, mert közben megérkezett. Akkor most mi lesz? Komedi egy magam, vagy? Fifika, jót lizzál. Nem tudok. Egy élmény lesz nézni, ahogy megtanulsz itt helyben. Dobjál fel egy témát, alállok. Nos, amíg Charlie eszik, Mujó előgondolkodtatja a családot, addig beszélgessünk egy kicsit arról, hogy ki és milyen. Ki és milyen tombolával készült erre az alkalomra. Egy-két érdekes gondolat azért így... Egy kávét. Egy-két egy-két érdekes gondolat megfogalmazódott bennünk, amíg állítottuk össze a tombolát. Azt is mondhatnám, hogy ez valamiféle tendencia, hogy a magánszemélyek többszörösét adták a tombolára, mint a kvázi kereskedők, beleértve magamat is egyébként. Tehát azok, akik mondjuk szeretik ezt a műfajt, vagy fontosnak tartják azt, hogy az e-cigarettával kapcsolatos információk hetente frissüljenek a fejekben, próbáljunk valamiféle olyan közösséget kovácsolni, amelyik ebben elő tud gondolkodni, és mondjuk épp a héten az egyik Facebook csoportban megköröztettem ezt a trafikos kérdést, mint egy ilyen 700 vagy 500, nem tudom, de több száz hozzászólás jött a dologhoz. Összeszámoltam így nagyjából százalékos arányban, hogy mi történt, és gyakorlatilag ilyen 60%-ban a kurva anyjukat, rohadjon meg mindenki, az is, aki szóba áll velük, stb. Tehát, ez te vagy, azt tudod? Azt tudom. Tehát, és nagyon-nagyon kevés volt az építő jellegű hozzászólás. Megértem én azt is, hogyha valaki negatívan áll hozzá, vagy valaki nem annyira negatívan áll hozzá. Tudjuk, hogy ezt nem lehet érzelmek nélkül kibeszélni, de ez a fajta
agyatlan nem gondolkozás, az szerintem teljesen negálja a létünket is többek között. Na, visszatérve a tombolára, igen? A visszatérve a tombolára előtt még most nincs itt mújó, ez tök jó. Mert ugye mindig volt a szenvedés, hogy valakinek rajtam kívül, mert nekem minőségi technikám van, amit higgyétek el, hogy a saját pénzemből veszek. Szóval mindig ment a szenvedés részedről, meg mújó részéről, hogy szenvedés van a géppel, nem jó, valami probléma van vele. És képzeljétek el, ezt nektek is mondom, azoknak, akik itt vannak. Például Lackó Attila, hallod most, amit mondok? Jó, akkor figyelj. Szóval a Liquiden kívül, amit küldött nekünk Peti, és nem tudom, te mennyit hoztál, Peti körülbelül 180 üveg Liquidet küldött. Jó, nem tudom műverelni, 160 üveget hoztam. Várjál, a 180-ban volt 40-30 millis. Jó, ebben van, nem tudom én, hány 100 millis, igen. Igen, szóval Peti szokta hallgatni az adásunkat, és ezt a kimondatlanul panaszt is hallotta, és képzeld el, hogy a csomagban benne volt egy laptop is, úgyhogy Mujó még nem tudja, nem is figyel, pedig ott áll, de egy IBM ThinkPad laptopot is kapott, ami itt van egyébként a táskámban, és megpróbálom most Mujónak megemelni. Mujó! Nézd ide! Kaptál egy laptopot Mystic Petitől. Ez csak az adásra. Ez a podcast laptop, kérlek szépen. Csak azért kapod, hogy ne kelljen a 300 megnyitott ablakod mögül podcastelni. Mújónak körülbelül olyan feje van. Igen, bólogat, hogy nekem erre nincs szükségem. De az a helyzet, hogy sajnos nekünk van, és Peti azt mondta egyébként, hogy Ezt a gépet csak kölcsön kaptuk. Csak, igen. Kölcsön kaptuk ezt a gépet, úgyhogy így legalább adott lesz a tárgyi feltétele annak, hogy ne legyen, egyel kevesebb szenvedésfaktorunk legyen. Na, csak ennyit szerettem volna, hűl a sajtom. Jó, tehát visszatérve a tombolához, hogy ezelőtt, amikor az 50-est tartottuk, akkor többségében voltak a kereskedők, azok, akik e-cigarettával foglalkoznak. Most pedig, barátaim, az a csoda megtörtént, hogy a közösség gyakorlatilag átlépett, egy óriási többséget képvisel a mai tombolán, és tényleg mindenkinek, aki ebbe beleszállt, aki úgy érezte, hogy fontos neki, hogy adjon, és tudjuk, hogy nem ezért jöttetek, de gyakorlatilag ezzel ünnepeljük meg azt, hogy 100 adást lezavartunk a képzeletbeli éterben. A közösség erősebb lett. Betudható ez annak is, hogy a kereskedelem 20-a után átköltözik a trafikokba. Nagyon sokan külföldön próbálnak majd tovább boldogulni, illetve jó pár olyan kereskedőt tudok, aki végleg lehúzza a rólót és felhagy az e-cigarettával. Ehhez a kérdéskörhöz szeretnék még azért annyi kiegészítést tenni, hogy május 20-a után, ha szabad lenne az e-cigaretta magyarországi forgalmazása, kvázi, tehát ez a szabad szó, ez nagyon-nagyon erős idézőjelben kell, hogy megjelenjen, mert ugye azt mindenki tudja, hogy ha nem kerülne trafikba a TPD bevezetése, akkor is megtörténne az országban. Akkor is drágább lenne minden. Drágábbak lennének az eszközök, drágábbak lennének a likvidek. Azt azért mindenki vegye tudomásul, hogy egy kvázi eljárási díjat kell minden egyes eszköz, minden egyes likvid után leszurkolni, ami nem kevés, és épp Charlie-val számoltuk, hogy csak egy ezres tételre leosztva mennyit mondtunk?
A tétel az úgy, hogy mondjuk a raktár készletben ezer likvided van, egy erősségből. Az olyan 250 ezer forint körül van egy ízre az engedélyeztetés, és mondjuk, hogyha abból te eladsz ezret, akkor az a 250 ezret oszd le így ezerrel. Így az 250 forint. Az 250 forinttal kell egy darab üvegnek az árát megemelni. Egy darab üvegnek. És nincs rajta, bocsánat, nincs még rajta jövedéki adó. És hát még egyelőre nem lesz nálunk. Na, szerinted? Egyelőre még nem lesz nálunk. Nyilván azon vagyunk, hogy ne is legyen. De hogy ez a kis drágulás, csak ha így végig gondoljátok, akkor már befolyásolni fogja az árakat. Arról nem beszélve, amiről egyébként rajtam kívül szinte senki nem ejt szót, hogy milyen adminisztratív terhek fognak rakódni az árusítók vállára. Egy rövid szolgálati közlemény, akinek nincs még a kezén törpapás pecsét, tehát nem kapott még ajándék likvidet, 10 perce van még rá. Ne dörzsöld, ne legyél magyar! 10 perce van rá! Utána bezár a bazár, nem lesz több welcome liquid. A bejáratnál lehet kérni pecsét ellenében. Ott bizony, igen, ennyi lett volna, köszönöm. Jó, mindenhez még hozzá fog jönni az is, hogy az akkumulátorok szállítási költsége 20-a után az egész unióban meg fog növekedni, tehát minden egyes akkumulátor drágább lesz. És az eszközöknek is ugyanúgy bejelentési kötelezettségük van, tehát azokra is rá fog rakódni, nem 250 forint, mert abból nem fogunk ezret tartani raktáron, hanem ettől egy kicsivel több. Úgyhogy ezt azért így gondoljuk végig magunkba. Én csak magamat tudom idézni a spájzoljatok, című pamfletemmel, és közben átadnám Krisztiánnak a szót, aki egy picit nehezen tér magához a meglepetéstől. Charlie közben kioktatja, hogy hogyan kell a laptopot használni, mert a Krisztiánnak asztali gépe van. Kiképezte? Én még mindig nem térek magamhoz. Nehezemre esik elhinni az eseményeket, mint a Bigfoot meg a Yeti. Majd földolgozom. Köszönjük. Első kérdés az volt, hogy ezen fut a Division? Kamuzik, semmi ilyesmit nem kérdeztem. Hát tényleg, nagyon, nem jutok szavakhoz. Krisztián, légy szíves, most te tartsz szóval a közönséget, mert én kávézni fogok. Fifika kávézni fog, ha már március 15-e a hátunk mögött van, és itt a Pilvax, akkor nyilván kávéznia kell. De fölmerült egy egészen érdekes és jogos kérdés, hogy a Trafikosok Szövetsége miért a Villanypára Egyesülethez fordul, és miért nem a Mecishez. Szerintem azon egyszerű oknál fog, vagy a Mecis nincs bejelentve. Tehát a Mecisszel kapcsolatos eljárásokat, nem tudom mennyire vagytok képben, de visszadobta a Bács-Kiskun megyei törvényszék egy aránylag koholt kifogással. Ennek próbálunk egyébként most utána járni. Gyakorlatilag az volt a bűne a Mecisznek, hogy nem adta be elektronikus úton is a papírokat, amit nem értünk. Közigazgatás, amit mi mindig szeretünk. Egyrészt, másrészt pedig, ha jól végig gondoljuk, akkor 20-a után akár okafogyottá is válhat a dolog, és miután a Villanypára Egyesületnek egyébként is soros közgyűlést kell tartania egyrészt. Másrészt ki kell venni minden olyan mondatot,
az alapító okiratából, ami 20-a után ütközhet a törvénnyel. Ezért azt gondoltuk, hogy létre fogunk hozni az Egyesületen belül egy kereskedői tagozatot, és az fogja képviselni a még Magyarországon működni óhajtó kereskedőket, és ezzel az egyszerű huszárvágással gyakorlatilag kikerüljük azt az oktondi helyzetet, hogy packázzanak velünk a törvényszéken. Most már kávézom. Ezt úgy akartad mondani, csak ez a szofisztikáltabb, hogy velem te ugyan nem baszakszol. Egy apró közbeszúrást szeretnék csak mondani. Géza, itt tartanak neked egy helyet, egy picit közelebb a történésekhez. Ülj át ide nyugodtan szerintem. Mert hogy egyébként nem tudom, hogy lehet-e említeni, vagy sem, de Géza az egyébként, aki kiállt az ügyünk mellett, és ahányszor csak lehet belájkol minket, és meg is oszt egyébként, csak akkor nem úgy oszt meg, hogy Géza, hanem úgy, hogy MC haver, tehát ő is lejött most ide, és itt gőzölne. Egyébként valakinek, ha van egy bármilyen eladó integrált kazánja, Géza még talán vevő is lenne rá, mert az övébe megégett a kazánfej, tehát légy szíves, ott ül a sarokban, ott fölemelte a kezét, menjél oda hozzá, és boltoljatok, mert szegénykém nem tud addig gőzölni. Dübörög a biznisz. Tudod, ez egy pénzorientált vállalkozás, amit mi itt csinálunk, és ebből tartjuk fenn magunkat is. Meg megyünk majd a Seychelles-szigetekre is. Kétszer. Nem, erről azok a... eljössz és kapsz ajándékot, csak meg kell hallgatni egy kis előadást, de nem kell nincs vásárlással egybekötve. De addig innen ki nem mész, amíg meg nem vetted a kezdőcsomagot. Nagyon jó hitelkonstrukcióink vannak egyébként, itt helyszínen meg lehet... Itt a másik asztalnál pont azt intézzük, igen. Na, Fifika, miről beszéljek a nagy érdeműnek? Azt mondjad, amíg te kávézol, de már lehúztad a kávét, tehát az arról, nem tartott sokáig. Arról, ahhoz tudná esetleg hozzászólni, hogy amennyiben nem a trafikok forgalmaznák 20-a után az e-cigaretta eszközöket, akkor is a TPD miatt mi lenne, ami változna a piacon? Én már elmondtam a drágulást, a bejelentési kötelezettség miatt, hogy az akkumulátorok szállítása drágább lesz az unión belül. Nem tudom, hogy ebben a témakörben van-e még valami, ami... Hát a klasszikusok vannak, amit már nagyon sokszor elmondtunk. Az adminisztrációs terheket egy picit bonts már ki jobban, hogy értsék. Az adminisztrációs terhekkel speciál pont nem foglalkoztam. Olyan mélységben, mivel engem az annyira testközelből nem érint, inkább a fogyasztói oldalt érintő dolgokkal foglalkoztam. Azt nem is néztem, azt tudom, hogy a GEMSI lesz a kijelölt hatóság, akihez be kell nyújtani a bejelentéseket. És félfülel ott a pultnál még hallottam azt is, hogy beszéltetek a díjról, járadékról, vagy nevezzük csak díjadéknak, amit fizetni kell majd ezek után. Úgyhogy nem tudnék ehhez most okosat hozzátenni. Maximum hasra ütve találgathatnék annak, meg az meg annyira nem jó. Alsó hangon, mondjuk én a likvidekről tudok több információt. Tehát alsó hangon is ugye egyrészt, ami amúgy meg kellett, hogy legyen mindenkinek, mindenféle alapanyagnak a származási bizonylata. Aromák, a glicerin, a propilenglikol, ha ez megvan, akkor egy független, de kvalifikált labornak a mérési jegyzőkönyve, ami tartalmazza a mérést, és csak így bele van dobva egyébként a levegőbe, rákkeltő anyagok. Fogalmunk nincs, hogy ezen kívül egyébként még mire kíváncsiak. Tehát én a magam részéről a húzó nevekre összpontosítottam. Mondj egy pár ilyet. Formaldehid. Így van. Acetaldehid. Egyrészt. Másrészt készülékeknél a kibocsátás. Tehát ez a kedvenc mondatom egyébként. Én úgy gondoltam, nyilatkozzon a kibocsátásról? Igen. Tehát én úgy gondoltam, hogy be kéne menni egy ilyen autószervizbe, és
a CO2 mérőt bedugni a kazántérbe, aztán kinyomtatni a különböző fordulatszámon mért értékeket, és beadni nekik, mert szerintem ezzel is tökéletesen ellennének. De visszatérve az igazi tragédiákhoz, hogyha ezeket a vizsgálatokat kifizette a gyártó, vagy a forgalmazó, akkor ezeknek a terheit nyilván nem fogja lenyelni, hanem beépíti természetesen az árba. Úgyhogy én azt vizionálom egyébként, hogy az 1000 forint per 10 milli, az akár lehet 2000 forint per 10 milli is a végén a boltokban. Egészen elképesztő. És akkor még jövedéki adóról nem is beszéltünk. És akkor még arról, ami nincs jelen pillanatban, a jövedéki adó, arról még nem is ejtettünk szót. Hát jó kifundálták ezt igazából ezek a gyökerek, mert az összes felmérésben, amit készítettek, az elektromos cigaretta legvonzóbb tulajdonságai, ugye ez a nagyságrendekkel gazdaságosabb, mint a dohányzás, sokrétű hatalmas választék és variációs lehetőség, és igazándiból most mind ezeket húzzák le a rötyin. Hát nem vagyok boldog, most elrontottad a jó kedvemet, Fifika. Felszakítottál egy régi sebet. Felszakítottam megint egy sebet. Szerettem volna, hogyha egy picit közönség előtt is tudsz olyan mérges lenni, mint egyébként közönség nélkül. De nyilván nem ez volt a célom. Szóval, ha egy végig gondoljuk ezeket a dolgokat, amik függetlenek a trafikoktól, akkor is azt kell, hogy mondjuk, hogy én azt satszoltam, még amikor a trafikok nem voltak képben, a TPD olvasása során, azt satszoltam, hogy a magyarországi forgalmazók nagyjából fele le fogja húzni a redőnyt, mert nem fog tudni sem adminisztrációs terhekben, sem bejelentési kötelezettségben, semmiben sem utána menni ennek a dolognak. Hát nyilván a kisebb volument forgalmazó vállalkozásokat sokkal-sokkal súlyosabban érinteni, mert jóval kisebb készletre kell leosztani az extra terheket, és onnantól kezdve a versenyképességét is elvesztené az egész dologgal, akinek meg nagyobb árukészlete van, és mondjuk 1 millió darab CE2-es kazánfejre kell azt a nem tudom milyen hány százezer forintot leosztani, akkor egy fokkal vevőbarátabban jön ki. De hát igen, innentől kezdve, hogy a trafikba tolták át az egészet, értelmét is veszti a lamentálás. Baromi kíváncsi vagyok rá, hogy mikorra fogjuk ezt visszaforgatni és eltörölni. Itt mindenki eltűnt innen. Krisztiánban bennakadt a szó. Megpróbálnak lángossal lekenyerezni. Lehet kapni lángost? Mibe sütik, azt tudod? Kókuszzsírba. Reméljük. Jó, engem ellátok egy meglepetésszerű fél lángossal, úgyhogy lehet, hogy egy picit csöndbe fogok maradni. De hol tartották, Krisztián, meg közben én mással voltam elfogalva. Lányom, zavaromba hirtelen el is felejtettem, hogy... Ja, igen, azon kezdtem el filozofálgatni, hogy az a sok... Biztos néhányan esznek, úgyhogy nem mondom ki a kifejezés, ez a sok szörnyűség itt van a nyakunkon, és itt is fog ragadni egy darabig. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mikorra fogjuk tudni ezt negálni és visszaforgatni ezt az egész förtelmet, amit így a TPD-től kezdve tovább burjánzott, és aztán itt Magyarországon kicsúcsosodott ebbe a mutyitól bűzlő korrupt szemétségbe, amit megkaptunk május 20-tól. Egyszer vége lesz, de nagyon érdekelne, hogy mikor és addig mennyi viszontagságon kell keresztül menni majd. Nos,
Az a baj, hogy ezek itt folyamatosan vagy esznek, vagy mondjuk Charlie-t nem tudom okolni, mert ő épp a tombolát készíti elő, de óriási izgalommal készül mindenki. Ezek folyton esznek, reklamál Mr. Horálki. Nem hozott senki Horálkit. Lackó Attila pedig benned bíztam. Nos, hogy nincsen Horálki. Ja igen. Nekem még annyi hozzáfűzni valóm lenne ehhez az egész dologhoz, hogy nagy-nagy valószínűséggel kijelenthetjük, hogy ez az egész, ami most 20-a után jön, óriási nyomást fog helyezni egy halom emberre, hogy a fekete piacot erősítse. Ami szerintem nem lesz jó. Egyrészt azért nem, mert hogyha a fekete piac fog fölfutni, akkor előbb-utóbb erre a hatóságok is föl fognak figyelni. Az én szemem egyébként eddig is hihetetlen módon szúrta az a fajta viselkedés, amikor a profi kezdők a második kérdés után százas tételbe kezdték el a különböző csoportokba olcsón árulgatni a likvideket, illetve ha most is fölmentek mondjuk egy vaterára, vagy mi ez a másik ilyen népszerű ilyen jófogás.hu-ra, és beütitek, hogy egy cigaretta utántöltő, akkor valami hihetetlen rémes szemcseppentős üvegbe, ilyen smileys címkével, meg szóval valami hihetetlen módon bolero italporból kevert óriási katyvaszokat lehet látni. 500 forintért, 600 forintért. Egyébként mindenkinek szíve joga az, hogy ebből vesz, vagy nem. Ettől már azt gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha valaki magának otthon megbízható alapanyagokból kever, és nem igazán tudom, hogy a törvényi hozzáállás mi lesz majd az otthon keverőkkel, mert tudtommal az élelmiszeripari aromákat, a propilénglikort és a növényi glicerint amúgy nem tiltották, és nem viszik be trafikba. Nyilván itt a nikotin beszerzésen lesz majd a hangsúly. Aztán majd látjuk, hogy hova fogunk keveredni. Én a magam részéről azt gondolom, hogy eddig se volt azokkal probléma, akik maguknak kevertek. Mindig azzal van a probléma, hogyha 3-400-20-30-40-50 millis likvid van a hátizsákba. Az jutott itt menet közben eszembe, hogy érdekesen lábon lőtték magukat ezzel az egész trafikos vonallal, hogy megpedzegetted a fekete gazdaság témáját, hogy ezzel a húszárvágással, hogy ugye kvázi a hazai forgalmazhatók befejezhetik a kereskedelmet, és megkapják a trafik, kvázi egy ilyen rezetet húznak, és fogalmuk se lesz arról, hogy milyen méreteket ölt a fekete gazdaság. Maximum csak elképzeléseik lehetnek arról, hogy van vagy nincs. Mert ugye, mint a dohány termékek esetében, ott a fekete gazdaság erősödését és a csempész cigaretta népszerűségének az erősödését általában a trafikok dohánytermék forgalmának a jelentős visszaesésével szokták számolgatni, hogy valószínűleg az a 20 ezer milliárd szál az nem azért nem fogyott el, mert tegnapról mára mindenki abba hagyta a dohányzást, hanem más útvonalakon szerzik be. De mivel innentől kezdve a forgalmazók nem fognak tovább forgalmazni, nem lesz semmiféle viszonyszám, hogy mihez képest csökkenne, vagy nem. Annyit fognak csak látni, hogy hát szarú fogy a trafikban az elektromos cigaretta és a tartozékok. Maximum lefülelnek egy-egy ilyen jófogásos emberkét, hogy te mégis itt mit csinálsz.
de hogyha valaki okosan csinálja a fekete kereskedelmes oldalát, és itt most egy rendes minőségi, föld alatti, feketén működő elcigi boltra gondolok, nem a zugárus és gagyi bigyóra, hogy elképzelésük sem lesz róla, hogy milyen méreteket ölthet majd akár a valóságban ez az egész. Az az érdekes egyébként a cigaretta és a liquid fekete kereskedelme között, hogy amíg a cigaretta fekete kereskedelmét a dohánygyárak monitorozzák, és nem úgy, hogy Marcsi néni tekeri a cigarettát, hanem nagyon jól tudják, hogy az Ukrajnában megnövekedett fogyasztás hány százaléka jön át a határon, addig ugyanez a liquidben nem lesz követhető. Nem tudom, hogy mennyire értitek az összefüggést. A dohánygyárak hihetetlen módon tudják monitorozni, hogy mennyi a saját maguk által előállított cigarettából, mennyi az, ami átjön a határokon keresztül. Nyilvánvalóan ennek egy nagyon picit, tehát 1%-ot sem meghaladó része lehet az, ami az otthoni kvázi dohánygyárakban állítódik elő, és ezeket egyébként hihetetlen gyorsan le is szokták kapcsolni. De így ebben a formában soha nem fogják tudni megmérni a fekete kereskedelmet mondjuk az e-cigaretta piacon. Ezt én nem tudtam, ez újdonságot mondasz, tehát mondjuk az ukrán csempész Marlboro. Az ukrán csempész Marlboro az ugyanúgy... Az eredeti Marlboro? Akár, vagy egy dohánygyár állítja elő, de ha Marlboro, akkor az biztos, hogy eredeti Marlboro, csak az ukrán Marlboro. Akkor igazándiból a dohánytermékek csempészése innentől kezdve, hogyha elenyésző kis százaléka ezek a háztáji gyárak, és valamilyen dohánygyárból származik, akkor alapvetően a dohánygyárak nagy ívben tesznek a dohánycsempészésre, mert hogy nekik már megvan kvázi az árrésük rajta. Aki igazából ezzel rosszul jár, az az irgalmatlan jövedéki és egyéb adóterhek miatt az államok, ezt akik nagyon, húzzák a fogukat. Ezt nagyon jól látott Krisztián egyébként, de ennek ellenére a monitorozást ők folyamatosan végzik és folytatják, és amúgy ez teljesen adatszolgáltatás szerűen megy ki, tehát az állam nem onnan tudja, hogy mennyi a csempész cigaretta, hogy a hazai fogyasztás csökkenését látja, hanem onnan tudja, amikor a dohánygyárak leadják a saját forgalmi jelentésüket. Hát ez baromi érdekes, hát akkor hajrá csempész cigaretták, az államok meg elmehetnek oda, ahol nem süt a nap. Na, hát nem tudom, mennyi vidám témánk lehet még ezek után. Hova kéne lépni, Krisztián? Milyen a lángos? Nagyon pipet. És, szerinted mibe sült, mert engem ez érdekel leginkább? Szerintem nem olajban és nem zsírban, mert nem érzem zsírosnak egyáltalán. Az jó, akkor lehet, hogy nem az a tocsogós lángos, amitől így... két falat után már így csapódik ki az arcbőrödön az olaj. Finom, tudom ajánlani mindenkinek. A kolángosra föl, emberek, aki szereti a lángost még ilyenkor. Én a magam részéről mondjuk a kókuszsírban sült lángosra szavazok, mert azt valami jobban tudom emészteni, mint bármilyen más. Az olyan autentikus magyar íz, a kókuszsírban sült lángos. Autentikus magyar kókuszsírban sült lángos, igen. Autentikus magyarról van szó. Már nem emlékszem, melyik epizódban néztük valamelyik nap az Erró, magyarul zöld íjász sorozatot. Abszolút van magyar vonatkozása a dolognak. Az epizódban hátrafele nyilazott a csaj a motoron. De nem úgy, mint a magyar honfoglalók ilyen kis gagyi módon, hogy hátrafordulok törzsből és lődözök hátrafelé, hanem így lement hídba a motor nyergében, esküszöm, és hídban hátrafele lehajolva lődözött hátrafele a nyilaival. Tudom, hogy ez igen. Hát szerintem ezt a honfoglaló magyarok nem tudták volna utána csinálni egyrészt, másrészt meg tök hülyeség, mert megfordulnak az irányok. Tehát ez valóban csak egy filmes
dolog, nem? Hát, ha így belegondolsz. Nagyon látványos volt, az biztos. Arról mondjuk már nem szólt a történet, hogy megégette a szemöldöke a kipufogón, vagy sem, de érdekes volt. Ja, Istenem! Charlie! Természetesen utasként ült a motoron, és nem ő vezetett, mert úgy nehéz lemenni átra hídba. Én a héten nem is tudom, mit néztem. Atlantiszt. Atlantiszt néztem. Csillagkapu Atlantiszt. Mindenkinek tudom majd ajánlani. Nem felejtem, mert csak ott van a hordozható fölvevő még. Töltjük. Mindenkinek tudom ajánlani a Csillagkapu Atlantis sorozatot. Szerintem zseniális egyébként. Sőt, azt gondolom, hogy az egész Csillagkapu univerzum úgy, ahogy van, egy zseniális történet. Nem vetekszik mondjuk a Star Trekkel, vagy a Babylon 5-tel, mint etalonokkal, de zseniális. Én azt vettem észre, hogy ezeket a hosszan futó sorozatokat nagyon sok évaddal már nem bírom annyira, mint régen. Annyira elszomorodom, amikor vége van. De hát tényleg a Csillagkapukat is, meg az összes Star Trek-et, amikor végignéztem így 7 évad után, az ember szíve szakad bele. Egy ilyen 1-2 évados kis nyári fruska sorozat, hogy ah, jó, elkaszálták, jó van, kár értenem, de hogy amikor így mondjuk a Star Trek esetében 23 vagy 24 epizód egy évad, és abból van 7, tehát így közel egy hétnyi holmit megnéztél, tényleg a szíved szakad meg elbúcsúzni a kis karakterektől, meg minden. Itt van a Gina. Igen. Ott van a két oszlop között. Ami az utóbbi időben nekem élmény volt, az az, hogy mennyi mesterséges intelligenciával foglalkozó film jelent meg hirtelen a piacon. Nem tudom, te erre fölfigyeltél-e. Robotos. Ex machina. Igen, ezt a múltkor említetted, azzal találkoztam. Az utolsó, amire ilyenre emlékszem igazából, az AI volt. Az a Spielberges, mesterséges nagyon régi, az a kisgyerek. Igen, igen. Tudom, 8 évvel ezelőtt, vagy valahogy így. Most megint vetítették, egyébként nagyon sűrűn vetítik a 200 éves embert. Hát nem tudom, ha valaki nem látta még, az föltétlen nézze meg. Sajnos már ugye a főszereplő nem él, szerencsétlen, de nekem mindig egy ilyen torokszorító, könyvfakasztó élmény volt, mint hogy a mesterséges intelligencia is. Az nagyon klassz volt az a film. Másik ilyen mesterséges intelligenciás vonal, az kevésbé szívbe markoló, a Terminátor. Hát arról most már jobb nem beszél. Végső soron az is mesterséges intelligencia, ugye? De mi volt még? Mert én nem találkoztam akkor velük. Az a baj, hogy nem jut eszembe a filmnek a... Ja, de ott volt a sorozat, várjál, a Revolution. Igen. Az is ugye a nanorobotos mesterséges intelligenciás buli, tényleg. Mi volt még? És volt még egy robotos film... Bekiabálni ér. Volt még egy robotos film, aminek a végén elszabadul... Nem. Hanem valami ilyen csippet, vagy nem tudom én mit ültettek be egy ilyen robot csajba. És akkor ez külön társadalmat szervezett már a végén maguknak. Ezt a filmet nem láttam. De ott van még a 100-ba is, ott is ugye most elindult a mesterséges intelligencia vonal. És hát a Csillagok háborúját ne hagyjuk ki. 3CPO-t, mint a leghíresebb robotot, R2D2-t. És igen. És társait. Szevasztok. És visszajött Charlie. Most már beszéljé. Közben kiszaladtam a pénztárcámért, közben megkerestem a hugodat.
Nézz oda, nézz oda. Póló, töltő, mi kell még? Hát ennyire mérges van. Nagyon zsír. Mert ő figyelt a részletekre, és mikor kiraktam akcióban a 4 ágyas töltőt, ő vett. Jaj, úgyhogy ennyi. Megnézem gyorsan, hogy írtak-e valamit a nézők. RBA-hoz húzalt, hol lehet majd kapni TPD után? Én megmondom. Háztartási kisgép alkatrész boltokat böngészétek előszeretettel. Elektronikai boltok. Így van. Valaki azt kérdezi, hogy körülbelül hányan vagyunk a helyszínen? Nem tudom. Szerintem 120-an biztos. 120-130. Igen, mert sokan állnak. Meg nem látunk be teljes egészében a másik mellettünk lévő terembe. Mondjuk azt, hogy többen vagyunk, mint 100. A 100. adás alkalmából. Ah, igen, a 100. adás, többen vagyunk, mint 100. Annyit még, mert ugye az előbb kimentem a kocsihoz. Jöttem visszafelé, és az ajtón dől ki a gőz. Zseniális, gyönyörűen néz ki. Na, miről beszéltetek, míg rántos sajtoztam? Meg kéne világítani a bejáratot lézerrel, bár ott van valamilyen kis lézeres. Igen, és pont a szemünk, ne, ott van. És az világít. Igen, igen. Szevasz, szia. Köszi, hello. Képzeld el, a srác ide jött a találkozóra, és úgy beszélgetett velem, hogy a füle mögött volt egy szálcigi. Egy pillanatra nem tudtam hova tenni. Merész. Ha nem vakasz, csak bátor. Kicsit rendet rakok én is, hogy a te a mikrofonod alá is tudjak rakni egy ilyen papír valamit. Ahol mindig csak elfelejtem oda tenni. Tudnám oda tenni, ahova tenni kéne. Nem baj, de direkt nem teszem. Lázadok. Kibaszott csegevara. Ó, Fifika. Meg kéne... Ja, kéne a kis kofferom, mert abban van a finom barackom. Amire rá... Aha, igen, abban van, és... Vagy nem abban van? Nem. Fifika, mögötted a színes fonott szatyromban van a aranyéletű barackod, úgyhogy ne a dobozba kutakodjál, hanem nekem a az a színes szatyor. Az volt a kérdés még, hogy Boris fog-e beszélni? Köszi. Hát, Boris, itt vagy? Boris? Soma. Somogyi, gyere! Somogyi! Boris, gyere! Boriszt várják a kismedencénél. Charlie most rátárul a feladat, hogy beszélj, mert Fifikával már mindent megbeszéltünk, ameddig te a jó Isten se tudja, hogy hol jártál. Van annyi eszem, hogy ide ültetem a Boriszt, és majd ő beszél. Na, ez trógás. Gyere, hallod, mert akkora celeb vagy, hogy már téged akarnak beszéltetni a podcast hallgatók. Ja. Beszélj a vöröshajú nőkről. Arról is beszélhetsz. Hát nem tudom. Igen, korhatáros. Majd mindjárt elmegy innen a Krisztián, és akkor leülsz mellém, hogy... Ja, nem megy el. Hogy valami látványos is legyen a képben. De, átadom a helyemet. Közkívánatra, Boris. Addig smúzolok a családdal. Egy picit én is most leteszem. Nehogy elrak, mert még nem vettünk, basz. Jó, mondjuk, milyen katon? És a mikrofonnál mindjárt itt lesz Boris, az orosz. Igen, és sőt, ott még integethetsz az internet. Sőt, telefonálj haza a lányoknak. Kapcsold be, itt vagyok a tévébe, anya. Fifika.
ez a mikrofon, ezt így be kell kapcsolni és beszélni bele. Halló. Ez olyan hülye. Halló. Halló, szevasztok. Ki vagy? Ki vagyok, nagyon. Elfáradtam a Tomival a tombola árusításba. Annyit vettetek, hogy nekünk szerintem nem is maradt. Így kapjam be a mikrofon. Így. Én vagyok a Boris, ha valaki nem tudná. Mire vagytok kíváncsiak? Mit meséljek? Mi történt velem a héten? Kérdés, vodka vagy sör? Sör. Igen. Buzi vagyok? Nem vagyok buzi. Hát Tamás mondta. Ismerkedni akar biztos. Mindjárt lesz a Charlie, csak tölt. Nem jöttek el a töltőlányok Tájföldről. Eltérítették a gépüket. Nem tudok messziről olvasni. Akkor nem igazi orosz. Szóval lebuktam a kurva életbe. Na, senki nem kérdez semmit. Úgy nem gondoltam volna, hogy ilyen sokan leszünk. Baromi sok ember van. Befutott Eugene is, ott ül a szélén, a saját kocsijában, melynek a saját széke van. És saját hozott anyagból dolgozik. Boris, milyen likvidet szipákolsz? Én most Fifikának egy dohányos likvidjét szipákolom. Nem, hazudtam, most Heisenberget szipákolok. Most Heisenberget szipákolok. Azt mondja, hogy... Nem tudom, mi az. Boris, a tágesszed helyére befér egy... Ja, nem befér tudom. Várjál? Adj egy tízműnes facskát. Berakom, befér. Befér. Hány centi ez? Kemény lesz, mindjárt berakja. Fifika, láttál már fülben likvidet? Befért. Gyönyörű vagy. Két tízmillis likvidet tudok lopni majd a trafikból, ha ekkora lesz. Miért vannak letiltva az elcigis videók alatt a hozzászólások? Kinél? Na, nálam. Nálam nincs. Nálam nálad lehet. Nincs? Azért vannak letiltva a hozzászólások. Utálnak sokan azért. Azért is, mert utálnak, meg azért, mert ez tendencia nem csak itthon, máshol is, hogy mindenki jobban tudja az igazságot, és nem mindig olyan hangnemben adja ezt a mások tudtára, ami megfelelő volna. Nekem meg annál több problémám meg gondom van, hogy ilyenekkel foglalkozzak. Hát meg menne ott a veszekedés össze-vissza. Hát nincs erre szükség. Aki kommentelni akar, az menjen a RipTripnek a csatornájára, és akkor ott lehet dicsérni, hogy miért olyan szép a bőre. Beszélj egy kicsit, mert meg kell csöpögtetnem a kazánt. Beszélek egy kicsit, közben olvasom, hogy mik vannak itt. Igen, igen. Spamol valaki. Tök jó. Mondd meg neki, hogyha még egyszer ilyen hülyeséget beír valaki kommentbe, hogy hova menjen játszani az ember, azt kitiltjuk a picsába. Az menjen ki a WC-re, azt játszanak. Kurva egyszerű. Na, valaki írja be nekem, hogy mi lesz ma a program, mert én még nem láttam. Hogy ízlett a Welcome Liquid? Nem tudom. Valaki megkóstolta már a... Én elmondom, milyen a Welcome Liquid. Olyan, de tényleg olyan, mint mikor a hamutartót a szádba borítod. Mondanám, hogy borzasztó, de az nem fejezné ki kellőképpen azt, hogy mennyire szar volt nekem. Én nem kóstoltam meg, Kocsis Tomi megkóstolta, és dohányos. Nagyon finom dohányos, mindenkinek ízleni fog, azt mondta. Zárt térbe kell majd szívni, minél kisebb zárt térbe. Hölgyeknek is biztos ízleni fog, nagyon jó. Melyik a kedvenc likvidem? Amelyiket ingyen kapom, igen. Ingyen marmonkannába. Nem.
Hát nekem nincs kedvenc lekvidem. A Heisenberget abból bármennyit tudok szívni. De hát dohányosokat is szeretem, tehát lehet, hogy nekem mondjuk ízleni fog ez a Pilvax Liquid. Desszerteseket is szeretem, mentolos. Én nagyon szeretem az ilyen különlegesen elbaszott ízeket, amilyen negrós, ánizsos, eukaliptuszos, úgyhogy citromos, lájmos, nem slájmos, hanem lájmos. Mi ezeket szeretem. Szolgálati közlemény, aki tombolát szeretne venni, Kocsis Tomi betranszponálta magát a hátsó kis helységbe, és ott a kis helységben lehet venni még tombolát, hogyha valaki mindenképpen késztetést érez rá. Vettél már, Boris? Nem. Addig vegyél, míg van. Hát most elrohant, oda elbújt. Gyere vissza, Kocsis Tomi, mert Boris nem tudott venni. Valaki engem akar elnöknek. Hol? Ott. Charlie for president. Kennedynek? Lőjenek fejbe? A Vera nem tudom már, hogy melyik íz lett. A Vera volt. Várjál. A gádzsik közül? A gádzsik közül. Ó, bazzik, nem, a Vera volt. Az, amelyik nem a matróz volt. Nem a matróz volt. Az ízére emlékszem. A nevére nem. Boris, egy videódban említetted, hogy aszmás vagy. Mióta elcigizel, előjött a betegség? Nem. Nem, de szerintem ha most beleszívnék az infernóba, akkor előjönne. De édesapám is aszmás volt, és neki is full elmúlt. Tehát nem, azóta nem használ sprét, meg semmilyen szart. Csak a tömény kokaint. Ja, ezt valaki odaírta, azt hittem. A rút az borzasztó. Vagy nem? Nem tudom. Menjetek nem már föl, ecikitesztek.hu, hát ott van a videó. Ja, ott van. Amelyik banános, meg mogyorós, vagy milyen fasz volt, az volt az. Charlie-nek a kezébe ez a fekete-fehér, amiről még videót is csinált. Az. Ez egy DNA 200-as Panzer box, most és éppen egy... És baromi könnyű, pedig nem rajta, annak mi az anyám ez? Velocity van rajta. Van rajta, igen. De most nyomd arrébb azt a szart, mert nem látjuk, mit írnak. Hogy anyáznak. Ja. Elmondjátok, hogy milyen régi Mystic Juice liquidek vannak a talál... Mi az, hogy milyen régi? Ja, nem úgy régi. Noé hozta még őket a hajóval, baromi régi, tiszta pókhálós volt az egész, valamelyik még penész is volt. Azt egyébként az itt jelenlevőknek is szeretném mondani, aki figyel, vagy aki nem, az mindegy, tartsa magában. Azok a kóstolók, amiket itt az ízkóstolónál néztetek, az 3 darab íz. Azok olyan ízek, amiket pontosan, mi az? Igen. Az a 3 íz, az pont Mystic Peti küldte, és olyan ízek, hogy nincsen még forgalomban itthon, tehát abszolút ős bemutató, és ezért mertük odarakni elétek, hogy na, mondjátok meg, hogy akkor milyen az íze szerintetek. Betty? Jó volt a Betty. Vera meg a mohítós volt. Jó, akkor legyen. Betty, tudjátok. Nem emlékszünk. Annyira jó volt, hogy nem emlékszünk rá. Mújó, rájöttünk, hogy Fifikát kibasszuk a picsába a podcastből, azt jön a Boris. Azon nincs kapcsoló. De miért? Hát nem tudom, sokkal fotogénebb. Be tudj rakni a fülcimpájába 10 millis üveget. Ja. Úgy értem, miért nincs rajta kapcsoló. Ja? Nem, ne tegyük már ki Fifikát. Lesznek majd kaphatók ezek a likvideket? Persze, lesznek majd kaphatóak, és itt van a tesztje. El kell jönni, meg kell kóstolni. Én nem hiszem, hogy Borisnak olyan menő jó-os viccei lennének, mint Fifikának, jó-os sztoriai. Meg ő nem néz annyi Star Trek-et. Az biztos nem. Meg mi a Trónok harcát? Az se. De ugye egy picit, mert hallottam, hogy beszéltetek a sorozatokról. Igen. Már kezd bennem lecsapódni, de mi a véleményed erről a nyüves százról, mert... Nekem nagyon jó volt, kurva jó volt. Nem mondd már. Amiről?
Most, száz. Hogy a... Most vagy hogy nem, a... nem nézed a százat? Ja, de. Nekem ez az új évad, ez borzasztó mód elment. Nekem mi? Bejön, engem nem zavart. Nekem most volt egy ilyen a hullámvölgy, amikor elkezdtek újra orbaszájba leszbizni, mert azt nem ilyen sorozatokban szeretem nézni, és most ez jó volt nekem, ahogy a csaj meghalt végre. Mondom, nem lesz várja, több. Várja, ne spoilerezzel, nem láttam belőle, hogy két részt. Akkor nem halt meg senki. Akkor egy nem csomó csaj van benne. Sok, nagyon sok csaj van benne, és az egyik meghalt, és kiszedtek a nyakából egy izét. Egy ilyen kis... Mi az? Mi volt a nyakába? Egy merev lemezt. Egy merev lemezt kiszedtek a nyakából. De nem ufós feeling. Abból a szempontból érdekes, hogy egy kicsit nekem is vontatott volt, de az előző évadban is volt ez, amikor így a közepetáján elül egy picit, mielőtt aztán mindenhol elszabadul a pokol. Igen, ezt érzem. Egy kicsit most itt. A lelki szerelmi szál az nekem is egy kicsit betette a kaput valóban, de én ezt a vihar előtti csendet érzem benne most, és ez a nyakból merevlemez kiszedős holmi, ahogy a mellékszálak hirtelen egy kerek egészé kezdenek el összeállni, én ott magamban megtapsoltam az írókat, hogy na, ez így már döf is. Hát szerintem érdekes. Én a sorozataimat egy androidos TV-series appon szoktam jelölgetni, hogy melyiket nézek minden, és akkor ott ugye lehet mindenféle részt külön értékelni, hogy hány csillag meg kutyafüle, meg ugye ott van, hogy hányan tették be ugye a saját listájukba a sorozatot, és ott egy grafikonon baromi jó meg lehet nézni, hogy kb. Mindenki ugyanakkor kezdte el lefele csillagozni, és hogy most volt ez a váltás, most így elkezdték fölfele csillagozni. De például baromi érdekes, hogy az első évadot megnézték mondjuk, azt mondom, hogy 10 000-en, befejezték 8 000-en, a másodikat már nem kezdte el 8, hanem csak 6, a harmadikat meg már a harmada. Tehát szinte annyian azt mondták, hogy jó, köszönöm, itt nekem elég, és akkor utána kezdték el, de tényleg ez a szerelmi szál, meg hogy most 13. klán, és mindenki egybe, és happy, ez egy ilyen unalmas volt. Tehát mi már otthon azt ízéltük a párommal, hogy kész, már itt lehúzzuk, adunk egy esélyt neki, a következő rész, ha jó, és most meg jó volt ezzel a csavarral. Az a baj ezzel, hogy általában ilyenkor szokott az lenni, hogy az a nézőszám, ami valójában számít, a csatornának a nézettség száma valószínűleg hasonló arányokat produkál, ingadozásokat produkál, mint az alkalmazáson belül, amit te is láttál. És ilyenkor szokott kezdeni az a gondolat megérni bennük, hogy akkor hát a következő évadot már nem fogjuk berendelni belőle. Pont amikor te a lelkiismeretes, lelkes néző, kitartó néző, már várnád, hogy akkor na végre, most izgalmas lett egy kicsit a szál, és majd a következő évadban mi mindent fognak ebből kihozni, akkor jön a hír majd nyáron, hogy nem lesz következő évad, köszönjük. Annyit fűznék még hozzá a dologhoz, hogy nem is fűzök, hanem átfűzök, mert viszont a 11-22-63 az egy kibaszott... Egy évadot láttam még csak, vagy első részt láttam még csak. Na, azt úgy mondjad, mert ebből csak... 10. Ez folyó még nem? A 11-62. Mi van vagy bele? A 11-22 az még tart. Most kezdődött, persze. Most, igen. 5.-6. résznél vannak. Az nagyon meleg. Ott annyi nyitott szál van, hogy... El nem tudom mondani, de amikor telefonálni próbál a fülkébe, is telibe veri az autó. És ugyanakkor nem értem, hogy összejön a csajjal, ott meg semmi nem gátolta őket. Én ezt olvastam az első ilyen 300-400 oldalt könyvbe, ugye, mert ez egy Stephen King regény alapján van, és ott azért voltak olyan dolgok, nem tudom, hogy itt a filmben volt-e, hogy megment egy kislányt. Hányadik résznél tartotok? Nem tartunk még ott, hogy kislány mentene. Mert a könyvben volt egy olyan, hogy ugye nem hiszi el azt, hogy itt rezetel az idő, amikor visszamegy, és ezért kinéz az újságban egy balesetet, hogy kislány meghalt vadászbalesetbe. És akkor ő megmenti, visszamegy, ott az újságokban nincs benne, viszont megtalálja a helyi lapokban, hogy ez a kislány valami érmet kapott, tehát elért egy olyan életpályát, hogy egy tök ilyen híres csaj lett, vagy valami, és utána visszamegy megint,
a srác, és ő ezt így letudja. Megmentettem a kislányt, visszajön, és megint meghalt. Tehát, hogy tényleg rezetelődik. És így most az első évad végén, ugye nekem az is a könyvben, az is benne volt ez a faszi, aki a családját megölték, és kapott ezért diplomát, vagy valami, hogy ugye most ezt akarja majd megmenteni, gondolom itt a filmben. Az meg is volt már, igen. Én azt nem értem ebben, hogy most sztori szerint, hogy 2 éve van még a, mindössze a múltban, a jelenlegi epizódokban, viszont Kingával néztük, és hogy így valami orbitálisan elkúrják a koncepciót, mármint a szereplők hatalmasat bakiznak, és nem úgy alakul, tehát így nagyjából elpocsékolt 2 évet, hogy miért nem megy vissza és rezetel? Még csak 2 év volt, tehát... Igen. Az első 4-5 alkalommal még simán vissza mehet rezetelni. De most... nem lenne szerintem az már olyan vicces a 4. után. De most a izé után visszamegy. Egy kicsit ugye... ilyen Groundhog Day feeling lenne a dolognak. Most úgy vagyunk, hogy egyszer odaugrott, aztán visszament, most és aztán visszament, és ott van. Tehát ő nem járkál oda-vissza. De akkor most nem ment vissza, hogy meglegyenek a könyvei, amit elégtek? Nem. Az hülye. Nem. Hát akkor már beletolt 2 évet szerintem a projektbe, mikor ez a égős történet volt. 62 volt akkor. Ja, igen. Azt kérdezik egyébként itt közben, hogy hát itt elbeszélgetnek egymással, hogy ki mit szív, meg mennyi ideje. Azt mondja, hogy befektettem-e már Typhoon GT2R-be? Nem még. A 3-as elég gyenge, pedig a teszteken mindig 6-osat szívnak. Hát mindenki olyan erőset szív a teszteken is, amilyen erőset szív az életben, én meg 3-asat szívok. Úgyhogy ezért. Nem rossz az. Szerintem még ott is Most épp a vikingekről beszélünk, és ott mondom, hogy a Roló ott is fejti ki ám rendesen most a szálakat. Franciául tanulunk, meg döngetjük a hercegnőt. Én most nem tudom, utoljára 4. vagy 5. részt láttam, de amikor ez a mindenki halúzott össze-vissza, és a Atestánnal a halucináltak, mindenkinek megjelent, és jaj, de jó, jaj, és nagyon leült az egész, meg ugye a fia meg kiment oda a tajgára medvét ölni, hogy kap egy Oscart érte, mint a DiCaprio, vagy faszon tudja, miért ment ki. Ez nekem most baromira uncsi. Volt egy ilyen Delta főcím jellege is, amikor Björn még mindig megy a hóesésben. Igen. Björn még mindig nem ért oda, csak megy a hóesésben. És volt ott egy olyan, hogy amikor megölte a izét, hogy ordított tejet, és akkor Ragnar meg ott a faluba így néztem. Mondom, a kurva anyád, de hogy meghalt innen, hogy bazd meg a fiadot ordít a messzeségben? Azt nem tudtam, de magyarázzátok el, hogy mi volt abban az epikus szál, amikor a medvével farkas szemet néztek? Én azt még nem láttam. Ja, spoiler, alert. A medvével farkas szemet fognak nézni. Hajt. Az, mert úgy látta, hogy bejön ez a medvés. Bejön ez a medvés, és gondolták, hogy a sorozatért valami Grammy-t, vagy mit kapnak. Mindenki rántott sajtot eszik, abban nem lehet hiba. Ennyi. Igen. De szerintem senki nem hallgat itt minket, akár a hangerőt is lehúzhatnánk. Ja. Milyen időközönként érdemes csökkenteni a likvid nikotin tartalmát, ha a tényleges nikotinfüggőségről való lekattanás a cél? Személye válogatja, tehát én 2 év alatt jutottam el a 12-től a 3-ig, és nem gondolom, hogy nullára akarok menni, de hát ezt meg lehet valósítani akármennyi idő alatt, 1 év alatt, 1,5 év alatt, 2 év alatt, nem tudom. Valahogy úgy éreztem menet közben mindig, hogy na ez most, mintha már egy kicsit sok lenne a nikotin, és akkor vissza egy picit. Igen, de mi akkor kezdtünk el, tudod, mikor azért még a Novától jutottunk valameddig, és aztán, hogy a kazánok is javultak, ott lehetett érezni, hogy mikor megvettem a GT-t, na akkor mentem le 12-ről 6-ra. Levitte a fejedet, igen. Úgyhogy azért, Fifika, az van, hogy rájöttünk, hogy nincs rá szükség. Hát ennyi. Charlie, mi is rájöttünk, hogy rád szükség, amikor elmentél innen. Rám azért van szükség. Ez egy működtesd a technikát. Ez egy ilyen IT-s dolog, igen. Tehát én vagyok az, aki megcsinálja nektek az adást a végén. Tehát, vagy az is lehet, hogy átkülditek e-mailbe. Oké, figyelj csak, a Boriszt innen kirobbantod, nekem van még egy emberem, akivel szeretnék beszélgetni. Jó, oké, Borisz, tűnj innen. Sziasztok. Szevasz. Daniel. A Moore megtette a főnök.
homokba belerakítottam. Azt már én azt akartam majd. Figyelj már! Nem, ez az Andori, ezt a sárgába tedd már bele, Léci. Most? Oda üljél, légy szíves a... Ide középre. Nem, középre. Te oda, te a dobozba rakod, és a Petőfi Sándor ül középre. Mert egyébként Fifika, nem úgy néz ki, mint a Petőfi. Ugyorít az kicsit olyan? Boris, Boris, köszönjük szépen a nézők. Köszönjük, Boris. A tombola megy még, igen, bemész itt a kis terembe, és hangosan elordítod magad, hogy Kocsis Tomi tombolát szeretnék venni. Szeretném nektek bemutatni Dániel barátomat, akinek az avatarja egyébként a Facebookon csak egy szürke kis egér. Macska? Macska. Az majdnem ugyanaz, csak kicsivel nagyobb. Nem tudom, nekem mindig egér jött le, akárhányszor néztem. Dániel valami olyasmit tud, amit én nagyon-nagyon szeretek egyébként. Csak lehet, hogy rosszul művelek. No. Csak rosszul, lehet, hogy rosszul művelek, illetve azt szeretném tőled kérdezni, Dániel, nem titok, ezt már előre megbeszéltük, illetve sokat beszélgettünk róla. Mondj valamit nekem a közösségépítésről. Milyen értelemben? Szerinted hogyan kellene egy közösséget kezelni, illetve felépíteni? Hát akkor most azzal kezdjem, hogy a Facebookban nem hiszek? Igen, igen. Hát amiről beszélgettünk, az gyakorlatilag az, hogy én nem kifejezetten szeretem az ilyen Facebookos úgymond közösségeket. Nekem a Facebook az leginkább csak tömeg, mert az a helyzet, hogy van egy ilyen furcsa effekt a világon, ez az üvegeffekt, amit valaki más fogalmazott meg jól. Tehát amikor az embernek az orra előtt van egy üveg, az teljesen megváltoztatja a viselkedését. Például ezért van az, hogy nagyon könnyen beanyázunk a tévének, amikor ott beszél valaki, vagy amikor például az autóba ülünk, és ott is egy üveg választ el minket a külvilágtól, akkor nagyon könnyen elkezdjük mondani a magunkét. Persze, hogyha odajönnek, hogy kiszedjenek minket, mint a GTA-ba, akkor már annyira nem. És én gyakorlatilag ugye ezt látom a Facebookon is, hogy olyan emberek, akik élőben lehet, hogy a világ legjobb barátai lennének, azok képesek a Facebookon egymásnak virtuálisan a belét is kitépni. Úgyhogy... Illetve, bocsánat, hogy közbeszólok, de olyan emberek is, akik igazából nem is ismerik egymást, hát, és mégis igen. Egy predesztinációjuk van a másikkal szemben, hogy az milyen, az... És amit kialakítasz a fejedben, mondjuk én rólad, az nehéz változtatni rajta, és már valahogy sokkal könnyebben kimondom, hogy a te anyádat. Igen, valahogy így. És nincsen súlya neki. Igen. Az csak egy beírás, ott az csak egy kis gyors hozzászólás. Nem lehet, hogy ez azzal van összefüggésben, hogy ha nem látod face to face az illetőt, akkor nem látod a testbeszédét, nem látod a mimikáját. És én például a saját kommunikációmon egy csomószor vettem észre, hogy én nyomom magamból a smile-ikat, hogyha e-mailben írok, mert egy csomószor nagyon tömören próbálok fogalmazni, és lényegre törően, és ha, még ha én is elolvasom a saját írásaimat később, akkor akár azt is gondolhatná valaki, hogy bunkó vagyok, de nem, csak hatékony próbálok lenni, ezért aztán beleszúrom ide-oda a smile-ikat, hogy lehessen érezni, hogy ezt most viccesen jókedvűen mondom, és nem szófukar bunkó pökhendi módon. De hogy a Facebookon ez dettó ugyanaz, mondjuk átesett a lótuldalára, mióta ezekre a stickerekkel tele lehet baszni mindent, azóta az ember epilepsziás rohamot kap egy némely poszttól a benne csillivilliző hülyeségekből. De hogy nagyon hiányzik belőle ez a, hogy le tud olvasni az arcáról, hogy ez most végül is milyen szándékkal mondta, mert egy mondatból nagyon nem derül ki ez. És az ember meg alapnekiindulásból könnyedén, pláne idegenekkel szemben, könnyedebben billen ki a mérleg, a biztos azért mondta, mert bunkózni akar. Hát igen, azért az élő szó hiánya sokszor nagyon meglátszik, mert ugye, ahogy én szoktam, meg más is hívja a smile-it, az az irónia jel, tehát néha ki kell tenni, mert különben mindenki úgy gondolja, hogy te azt nem úgy értetted. Hát nem egy konfliktusom volt nekem is ebből, és nem csak Vaper közösségben, hanem máshol is, hogy abszolút
de tényleg igyekeztem a lehető leginkább úgy fogalmazni, hogy ne legyek sértő, és mégis rám zúdult van 8-10 olyan komment, hogy körülbelül az én anyámat oda tegyem, ahol van. Ez egyébként érdekes, amit mondasz, mert az egyik az, hogy ugye a hangsúly az nem érződik. Igen. A másik pedig, amit én már valamelyik előző adásban mondtam, ezek a diszkes személyiségjegyek, amit ugye nekünk a céges... Ismétlés a tudás. Charlie újra diszkul. Igen. Tehát ott is ezek a színek, és ami nekem, mint domináns, piros, egy teljesen normális magatartás forma, az egy sárgánál, egy zöldnél kiválthat olyat, hogy ez mekkora paraszt. Csak azért, mert nem az a szórend, nem az a hangsúly, a írásban meg teljesen elveszik, és ugye azt se felejtsük el, nekem az a kedvencem egyébként, amikor valaki azt mondja, hogy 18-osak vagyunk, a kurva anyád, és ott van egy smiley, és akkor én mondom neki, hogy hát a tied. Jaj, nem láttad a végén a smiley-t, csak vicceltem. Ez nem az a film. Tehát azért, mert én odabaszok 3-4 smiley-t a végére, attól ez még... Ez a része még ugyanúgy nem elfogadható, vagy hogy mondjam. Tehát ez nem negálja a kettő egymást. Hát ahogy veszük, van, aki erre egyébként így érzékenyebb, gondolom, akkor te az a fajta vagy, aki még így poénból se. Viccesen se ilyesmiket, tehát az így... De, én pont az vagyok, aki poénból is, viccesen is. Na. És én többször találkozom... Ja, néha így magamat is elküldöm az anyámba. Nem, olyan emberrel többször találkozom, akinél nem az a... Tehát amikor nekem határ, az neki már régen elhagyta a határt. A másik kérdésem az arról szólna, amiről szintén sokat beszélgettünk, ez az őszinteség. Tehát a másik, amiről beszélgettünk, az őszinteség. Hogy erről mit gondolsz? Őszintén? Őszintén? Igen. Hát attól függ, ezt is mivel kapcsolatban. Tehát ez is a Facebookon. A Facebookos vagy? Őszinteség, igen. Igen. Hát most hozzam elő a Van Per Komandós esetet, arra gondolsz? Igen, igen. Várjál, hát... bocsánat, valaki beírt a kommentbe. Mondja ezt Charlie, aki még kezet se fog mással. Aki tudja, hogy miről van szó, az el tudja tenni az infót. Igen, tehát ez a másik dolog, amikor ilyen érdekesen alakulnak a helyzetek, hogy hát most nem tudom, most akkor mondjuk ezek után már megnevezhetem, tehát a Van Per Komandóról van szó, ahol a moderálási elvek között is ott van, hogy itt aztán, ami a csövön kifér, itt minden nyugodtan, teljesen őszintén, ha már ez a téma, mindent le lehet írni. És amikor az ember csak egy kérdést tesz fel, de még tényleg nem is értő kérdést, de hát úgy van vele, hogyha egyszer találkoztam valami problémával, ami esetleg másokat is érint, akkor csak rá kérdezek már nyilvánosan. Akkor utána hirtelen az őszinteségből abból már bűn lesz, akkor az emberre már azt mondják, hogy ez nem kellett volna, meg ez privátba kellett volna, meg hát mit képzelsz magadról, miközben ők megengedik maguknak, hogy másokat akárhol szénnél fikázzanak. Persze a kis védett, rejtett csoportjuknak a rejtekében, nehogy véletlenül erről bárki bármit tudjon, ami nálam már azért eléggé erősen megüti a kétszínűség kategóriáját, mert szóval ez számomra nem igazán elfogadható, ha erre gondoltál. Azt mondd meg nekem még légy szíves, hogy itt most ezen a találkozón mi az, ami nem jó? Sejtem, mire gondolsz. Hát ugye az ilyen találkozók se igazán jók a közösségépítésre, mert gyakorlatilag egy rakás miniklik alakul ki, tehát mindenki ül az asztalánál, általában az ismerőseivel, jó ez alól most én sem voltam kivétel, de... Gyakorlatilag itt közösség ilyen szinten így nem nagyon épül. Együtt vagyunk, persze jól érezzük magunkat, jó a buli, de szerintem, hogyha az egyik asztaltól megkérdeznék valakit, hogy ott mit tudom én, 5 asztallal arrébb kiül, akkor több mint valószínű, hogy a vállát vonogatná, hogy hát a fene tudja, egy ecig is. Mert azt látom, hogy nála van az ecig, de amúgy nem tudom, hogy kicsoda. Tehát így
hogy is mondjam, a közösségépítésnek ugye ez a klikkesedés is eléggé az ellensége, és ez nagyon hamar felüti a fejét. És hogyan lehetne ezt az egészet mondjuk kivédeni? Hú, hát ez jó kérdés. Na igen, könnyű a problémát ostorozni, mert megoldást nem könnyű. Nem. Várj, mert most jön az érdekes rész. Ja, és sejtem, megint arra gondolsz, amiről beszélgettünk. Igen. Hát amikor arról beszélgettünk, hogy ugye lehetne csinálni egy vépkont, akkor Fifikával beszélgettem erről a dologról, és kifejezetten az jött elő, hogy hát ugye ez a klikkesedés, az asztaltársaságnál leülnek az emberek, mit lehetne vele csinálni. Hát mondom, eleve nem feltétlenül kell gyakorlatilag túl sok asztalt, vagy külön széket, ilyesmiket biztosítani. Olyan padok kellenek esetleg, amire több ember tud leülni. Nem tudom, miről volt még szó köztünk, mert most már a memóriám az nagyon rossz. Tehát arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet megakadályozni a szigetesedést. Finoman mondtad a klikkesedést. A klikkes. Jó, de hát én most szigeset. Az jó ötletnek tűnt egyébként, amiről beszéltünk, hogy azért jó, ha többen vagyunk, mert akkor aki föláll, akkor székfoglaló jelleggel a másik megy leül a helyére, és akkor tehát egy pici flow elindul, egy kis mozgás, de... Hát igen, csak ez az, ami általában nem szokott elindulni, hogy én tapasztaltam. Megesik, de nem ez a gyakori. Igen. De gyakorlatilag, hogy is mondjam, most vegyem elő az animekont. Igen. Tehát mondjuk itt például megemlítettem, bár általában a Facebookon mindenhol a fejemhez vágják, hogyha előhozom példának, hogy hát menjél már a picsába a Linuxos kluboddal, vagy az animekonon tapasztalt dolgokkal, de az a helyzet, hogy itt tényleg az animekont lehetne megemlíteni, ahol gyakorlatilag úgy mennek a dolgok, hogy hát gyakorlatilag ülés az kevés van, az emberek folyamatosan járkálgatnak, ott persze könnyebb ismerkedni is, mert mondjuk, hogyha szembe jön velem valaki, aki a kedvenc sorozatomból öltözött be egy szereplőnek, akkor természetesen könnyebb oda megyek hozzá, hogy de jó a ruhád, meg minden, és akkor elkezdődik egy beszélgetés. Így én is elég sok ismerőt szereztem, ma olyanokat, akikről egyébként most nem tudnám megmondani, hogy hívták őket pontosan, vagy honnan valók voltak, de azt el tudom mondani, hogy elég jól elbeszélgettünk velük, és végül is csak megismertem egy új embert, akit azelőtt nem. Tehát gyakorlatilag úgy kéne, hogy kinézzen egy ilyen találkozó, mint egy rapid randi? Micsoda? Mint egy rapid randi, tehát mondjuk megszólal a gong, és akkor mindenki párt cserél, vagy beszélgető társat. Érdekes, bocsánat, hogy közbevágok. Valaki írt a chatbe, hogy eleinte azért alakult a vamper, hogy néhány idiótát ki tudjanak beszélni. Gondolok itt arra, mint régen volt egy srác, aki kerítésdrótból akart coil csinálni, hát KMG-re gondol szerintem. Mostanra ez átalakult, ez a dolog, hogy már mindenkit megbasznának, finoman fogalmaztam, de így írta le. Eleinte jó is volt, de átment kicsit pitbullba az egész. Bocsánat a szókifejezéséről, valaki azt írta, hogy totál jól látod. A klikkesedésre meg nincs gyógymód, ez mindig is lesz, hogy érdekek fognak ütközni. Gondolok itt például a boltosok párbajára is. Én mondjuk csak tényleg annyit akarok hozzáfűzni ehhez a dologhoz, hogyha már így följött ez a komandós történet, hogy egyrészt én azt gondolom, minden tisztelet az ottani adminoké, mert azért egy ilyen szelemet kiengedni a palackból, és ezt utána féken tartani, azért azt lássuk be, hogy óriási feladat meg felelősség, ez az egyik. A másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy ilyenkor kell tudni olyan témát adni az embereknek, ami gondolkodásra készteti őket. Persze nyüzsögjön meg, legyen mindig valami hülyeség, amin a banda egyik fele el tud rágódni, de legyen mindig valami olyasmi komoly dolog, amihez azok, akiknek ehhez igényük van, hozzá tudják tenni a saját véleményüket. És ezt az egyensúlyt megtalálni, azért lássuk be, iszonyú nehéz dolog. Tehát egy közösség az olyan, mint egy massza. Elindul egy irányba, vannak úgynevezett véleményvezérek, azok így kihasítanak a tömegből, és
egyfajta verbális agresszióval nyomást tudnak gyakorolni mindenkire. Egyszer majd egyébként, és ez nem csak rájuk vonatkozik, hanem hogyha végignézi az ember az összes Facebook csoportot, akkor ott is elő fognak jönni ugyanezek a problémák, és miután nagy divat lett újra zárt meg a titkos csoportoknak a megléte, ezért tényleg marha nehéz lesz kordában tartani ezeket a csoportokat. Én még egyszer mondom, szóval minden tiszteletem ezekben a csoportokban működő adminokért, mert hihetetlenül résen, észen és folyamatosan ott kell, hogy legyenek. Mellesleg ez a problémám a Facebookkal, hogy ennyire kvázi szabályozhatatlan, és hihetetlen módon visszakereshetetlen a dolog. Fifika, bocsánat, valaki megcímzett, azt mondja, hogy Fifika, amit mondasz, az képtelenség. Gondoljunk itt a többi csoportokban is a folyamatos kérdésekre. Például most kezdtem az ECG idején, már cloud chase-elni akarok 200 watton, mit ajánlotok? Hány cseppet tegyek az alapba, hogy jó legyen? Hogyan kell tekerni? És a többi, és a többi. Ezt mire értette, hogy képtelenség? Mire értetted, hogy képtelenség? Kill smoking, mindjárt válaszol egy fél perc delay-jel. Közben innen csókoltassuk szerintem Andort, föltett egy képet, hogy gőzlérpóva, mert hogy Andor azért nem jött ide, mert futni ment, ugye? Fél maratont, vagy valami hasonló futott, mújó, hallod? Futott. De úgy, hogy nem kényszerítette senki. Mondd még egy... Úriember nem fut. Hallod ezt, Andor? A másik pedig Blacky volt, aki idáig nem akarta előhozni a témát, de miattunk nincs pénze. Köszönjük szépen! Ez már szinte várható volt. Szóval visszatérve még egy kicsit erre a dologra, hogy amit az előbb mondtál, ez a Rabbit Randy, ez nekem azért nem tetszik, mert ez gyakorlatilag az elkeseredett embereknek a sportja szerintem, akik már bármibe belemennek, csak valami legyen. Tehát ott gyakorlatilag ez a partnercsere dolog, ez egy kényszer. Na most szerintem azért ott se az a cél, hogy közösséget építsünk, hanem valami, mondjuk egy jó este, vagy akár valami további is, több jó este. Esetleg több, igen. Tehát most azért szerintem az ilyenfajta kényszer közösségépítésnél nem lehet alkalmazni. Viszont van valami, amit a Facebook, most hogy mondjam még végig, van valami, amit a Facebook egyébként nem fog tudni soha megcsinálni. Tehát Facebookon keresztül az nem fog soha kialakulni, ami az embereknél szemtől szembe, hogy egyfajta ilyen, jó basszus, elcsépelt szó, de egyfajta tisztelet is megjelenjen a két ember között. Tehát, hogy nem is csak az, hogy nem mondjam a szemébe egy fél pillanat után, hogyha valami nekem nem tetszik, hogy a kurva anyád, hanem szóval eleve az, hogy embernek tekintsük a másikat. A Facebook az egy elektronikus felület, ott posztok vannak, betűk vannak, nem emberek vannak. Még akkor is, hogyha valaki magáról tesz ki egy avatárt. Ami egyébként teljesen lényegtel, hogy most mit tesz ki, mert sokat nem tükröz belőle az, hogy kirak egy, mit tudom, egy jobban sikerült selfit. A Facebook nem tudja pótolni azt, ami ember és ember között megy. Szerintem. Kis off-topic, aki szeretne még pólót venni, a fiúk fél órán keresztül lesznek még itt, úgyhogy 8-kor bezár a pólóbolt, és utána ennyi. Úgyhogy még addig mehettek oda a sarokba a srácokhoz. Na, egyébként, amit itt mondtatok az előbb, erre természetesen reagáltak is páran, hogy mind oké, amit mondtok, segítőkészséget viszont felváltotta a harapjuk át a torkát stílus, sokan unatkoznak, vagy ott élik ki magukat. Ezért rólok mindig lesznek. Azt mondja, ezért szar a Facebook, régen a fórum sokkal jobb volt, ott voltak külön topikok, hogyan tekerj, hogyan keverj, és a többi a fészen, ezek meg elvesznek, mert nem maradnak meg a sok hülye és buta komment között. Az van, igen, és ezt mindig elmondom, illetve nagyon sokszor elmondom, hogy a fórumon valamilyen tematika szerint össze van gyűjtve az a rengeteg információ itt a Facebookon, meg gyakorlatilag egy ilyen kereshetetlen szar, és hogyha te akarsz, akkor 5 perc után unalomból nyitsz egy topikot, és onnantól te azt gondolhatod, hogy a tied a legjobb, és ha esetleg ott van 200-300 ember, akkor
akkor valamiféleképp arra érzed magad feljogosítva, hogy az összes többi embert, aki nem úgy gondolja, mint te, de hiszen nekem van egy olyan csoportom, hogy 300-an ugyanazt értjük egyet, azt hiszitek, hogy az úgy van. A fórum ilyen szempontból talán jobb volt, biztos, hogy jobb volt, mert egy, lehetett keresni, kettő, olyan kompetens emberek voltak ott a megfelelő pozíciókban, akik rázárták az ajtót egy hétre, hogyha hülyeséget beszéltél, vagy említsük meg Poncsót, mert olyan rég beszéltünk róla. Igen. Tehát Poncsót kibaszták a picsába, mert egyfolytában a hülyeségével jött, és most meg mit csinál? Kiraknak téged egy csoportból, csinálsz egy másik csoportot, azt akkor ott köpködöd az előzőt. És aztán ez így megy, görög, és sehova nem vezet, mert mit, te láttál már olyat, hogy Facebookon azt írta valaki, hogy keressél rá a Facebook keresőjével, és meg fogod találni a választ, mert ez nem létezik, hát nincs, szar. Tehát az egy tényleg egy olyan, mint mikor szakad az eső, te valamit elejtesz fönn a domb tetőn, és elkezded keresni a sárban a gyűrűdet, és megy le egyre mélyebbre, és nem tudod megtalálni, bazd meg, mert egyszerűen nem erre van kitalálva, az arra van kitalálva, mint ez itt. Összehozunk 100 akárhány embert, mert volt egy esemény, vagy valami. Tehát egy ilyen tematikus csoportok, de az nem tematika, hogy most beszéljünk beszéljünk a kezdők csoportja. És ha föltesz valaki ott egy olyan kérdést, ami már nem kezdő, hanem haladó, akkor te láttad már olyat, hogy figyelj, ez a csoport ez nem, mert itt ez a kezdőké, menjünk át a haladóba. Ez fasság. Ez a fórum szerkezet innen hiányzik, ami régen volt 5-6 évvel ezelőtt, de ez hiányzik innen, nincsen, tehát ötletszerűen, aki éppen amit ír, arra válaszolunk, ez ilyen nagyon eltűnős, nagyon devnul, megy a szemétbe minden 2-3 nap után, semmi maradandót, semmi értékeset nem nyújt egy közösségnek a Facebook. Igen, csak szerintem, tehát hogy is mondjam, azért szerintem nem menjünk el a közösség témáról abból, hogy a Facebook milyen szar, mert jó, a Facebook valóban ilyen dolgokra nem jó, de szerintem itt azért más problémák is vannak. Tehát mondjad. Egy közösséget most nem lehet annyiban összetartani, hogy mit tudom én, mi most mindannyian szeretjük az ecigit, talán néha eljövünk egy közös ivászatra, vagy valamire, de amikor mondjuk például egy fontosabb esemény volt, mondjuk a tüntetés, akkor meg már mindjárt nem volt annyira érdekes a dolog. Pont lent Árpival beszélgettünk nem régen róla, hogy gyakorlatilag egy ilyen sülözésre ugye könnyen összegyűlnek az emberek, meg minden, de amikor egy tüntetés van, hideg van, akkor már mindjárt más a helyzet, ott nincsen sör, ott nincsen ropi, ott nincsen szék, ott nincsen magyaró, akkor már az nem olyan érdekes, oda már nem megyünk el. És akkor ilyenkor megint megmutatkozik, hogy gyakorlatilag nem egy közösség van mögöttünk, hanem egy tömeg. Egy mossza, ahogy te hívtad őket. Tehát, hogy is mondjam, a közösség az én szememben valami olyasmi, aminek van egy célja, amit valami összetart, ami nekik fontos. Lehet, hát nem azt mondom, hogy mindennél fontosabb, jó az életénél, meg a családjánál nem feltétlenül, de legalább a harmadik helyen megvan, és igenis kiállnak érte, hogyha azzal valami van. Magyarországon amúgy is rohadt nagy hiány van ebből, hogy kiállni valamiért. Az emberek egyedül érzik magukat, azt mondják, én kis ember vagyok, egyedül vagyok, meg ha nem megyek el, az olyan sokat nem fog számítani, vagy nem tudok elmenni. Jó, hogyha valaki tényleg nem tud elmenni, az megint más dolog, mert azért sajnos nem vagyunk olyan gazdagok a legtöbben, hogy csak úgy felugrolódjunk Pestre, mit tudom, minden hétvégén, bár szerencsére nem olyan gyakori a tüntetés, vagy nem szerencsére? Szerintem tök jó buli volt. Ja. Hát igen, mikor összefajtatok, mi? Nem, kiolvadni sokkal jobb volt. Na, az már jó buli lehetett, jó, amikor kiolvadtatok. Tehát a helyzet az, hogy szerintem így nem lehet egy közösségről beszélni, hogy amikor tenni kellene valamit, mikor ki kellene állni, akkor nem csinálunk semmit. Jó, a legtöbb ember szereti várni a sürgalambot, de hogyha soha nem teszünk semmit, akkor soha nem is fog változni semmi. Jobban fog, csak az nekünk nem fog nagyon tetszeni. Mint ahogy most se. Igen, egyébként. Egy hangos hellót ejtsünk meg. Blacky is ott van a csatornán, és néz minket. Szevasz, hello! Blacky! Szia, Blacky! Akit még láttam, egyébként Sóki volt, aki pedig azt mondta, hogy itt lesz. Sóki? Várjál, itt volt. És elment? Itt volt, és elment. Tehát én beszéltem vele. Azt a büdös kurva faszba. Hát velem szóba áll. Lehet, hogy éppen rátosajtot ettem, vagy lehet, hogy éppen összeraktam itt a... Tudod, ami nem látszik. Nem tud kezem látszni, az igen, nem látszik egyébként, de én vagyok a köcsög és az én kurva anyámat.
mik voltak még itt? Nincs is szebb, mint az önirónia. Esetleg még valami? Szerintem a lényeget egyébként azt jól mondtátok itt ezt a közösség dolgot, mert mi, ha szűken vesszük magunkat, Fifika, Mujó, Dávid, akik páran összejárunk rendszeresen, hetente egyszer-kétszer beszélünk telefonon, vagy bárhogy máshogy, azért nekünk ez tényleg ott van, hogy sőt, már néha meg is fordul, és első ez, és aztán a család, nagyon sokszor. És mindenkinél ebből feszültség van otthon. Nekem is miért raktár a szoba? Közben ugye csak ezek a cuccok voltak ott szétterítve, rendszerezve. Úgyhogy ennyi. Nehéz ennyi embert megmozgatni, és csomószor el is veszi a kedved, mikor azt látod, hogy ugye képletesen meghalsz valamiért, szervezed a tüntetést, mondjuk például, és akkor utána nem lesz abból a, pedig mindig mondjuk, hogy hány ezer ember van Magyarországon, és akkor lesz belőle 200, és... Hát, igen, ezt egyébként így szokták számolni, hogyha mondjuk azt mondom, hogy 200 ezer ecigés van Magyarországon, most nem tudom mennyi van, most mondjuk, hogy ennyi, akkor az azt jelenti, hogy abból körülbelül olyan, hát nagyjából olyan 2000 lehet az, akit úgy aktívabban érdekel, annak ugye annak megint kb. A tizede az, akit meg is lehet mozdítani, és a 200 az szerintem úgy azt hozzávetőlegesen teljesen, annyi volt teljesen a tüntetés. Teljesen reális, így van. Azt üzentik 20 millióan lettünk volna, akkor kin vagyunk lehet, hogy 2000 vagy 20 ezeren is. Azt üzenték egyébként a cseten hangosan, nagybetűk, egy mindenki zárja el a bankkártyáját, itt van a sötét nagy úr. Vagy megjelent Blacky is, néz minket. Azt a kritikát kaptam az előbb, no, hogy jaj, két dolgot akartam mondani, hozom a formámat, már elfelejtettem a másikat, amit akartam mondani. Szóval, hogy milyen közönség találkozó a... Igen, ha már így felvetetted a klikkesedést. Hogy a legdurvábban mi klikkesedünk ide hárman, most négyen. Mert milyen közönség találkozó az, ahol nem lehet velünk találkozni, mert itt ülünk és megállás nélkül beszélünk. Akkor szerintem csináljuk azt, hogy ezt a mikrofont, ezeket a mikrofonokat kikapcsoljuk, és én készültem egy vezeték nélküli mikrofonszettel, és elindulunk a tömegbe beszélgetni. Jó. Oké, akkor tegyük el. Köszönjük, Dániel. Egy picit még itt összelövöm a technikát, kikapcsolom a fantomtápot, hogy nehogy tönkre bassza, és akkor utána indulhatunk. Itt vagyunk, Fifika, itt vagyunk. Várjál, fordítsuk egy kicsit ki a kamerát addig a tömegre. Úgy, ne. Itt vagyok, gyere, Krisztián. Hello. Alapszabályból, ami 20-a után a törvénybe ütközhet, és gyakorlatilag maradt tovább az Egyesület. Tehát ennyi. Sőt, annyival ki fogjuk egészíteni, hogy lesz mondjuk kereskedelmi, vagy kereskedői frakció Egyesületen belül. Érted? Úgyhogy ahova, amelyik trafikos akar, beléphet, vagy mit tudom én, tehát ennyi. Ja, és lesz pártolótagság, ami nagyon fontos szerintünk, hogyha tömegbázist akarunk építeni. De lehet nekem is egy kérdésem? Mi között van neked a mi az? Drav? Dvarv. Dvarv. A dvarv kazán. Hát mi gyártjuk konkrétan. Én a Gyula meg az Otto. A Tóth-Otto. És honnan jött az ötlet? Hát, hogy ugye vannak a nagyon drága felújítós kazánok, meg vannak a nagyon olcsó kínai szarok, és a kettő közé belőni egy olyat, ami már minőség, de még nem felújítós kategória. És honnan jött az ötlet, hogy ennyiféle fejjel működjön? Így sikerült. Az mit, tehát gondolom, hogy elkezdtétek azon agyalni, hogy mindenféle aránylag normálisnak mondható fejet tudjatok bele applikálni. Lesz ennek folytatása egyébként, mondjuk OCC, vagy egyéb más nagyobb teljesítményű fejekkel? Hát ugye ez alapból a VOCC fejhez lett kitalálva, és akkor Blacky kapott belőle egy próbadarabot,
akkor ő mondta, hogy egyébként összes többi is jóban elvéletlen véletlen kapcsán így alakult, úgyhogy ezért. Tehát, hogy ezen nem lehet mit fejleszteni már. Ez készen van. Hát ez az egyik, a másik pedig, ezt hol lehet elérni amúgy? A VIP 42-ben forgalmazzák be pillanat nálunk Magyarországon. Tervezitek a külföldi megjelenést? Igen. Angliában is lehet kapni a Evapornál. Tehát akkor gyakorlatilag a VIP 42 és az Evapor, a VIP 42 hazai forgalmazótok, az Evapor az angol forgalmazótok. Charlie telefújja a pofámat füste. Nem füst, málna. Jó, hogy nem infernóval. Jó, hogy nem infernóval, igen. És tovább? Tehát az majd kialakul. Hát majd kialakul. Mekkora kapacitásotok van? Ezt még így nem mértük föl. Tehát nincs akkora... Tehát többet tudnánk csinálni, mint amennyire igény van. Maradjunk ennyiben. Jelen pillanatban. Igen. Határa csillagos ég, és azon is túl. Hamár dvar. Egyébként meg én azt gondolom, az én elképzelésem szerint ez egy hihetetlen jó ötlet. Nem csak a kapacitásában. Mekkora kapacitása van a kazánnak? 5 milli. Nem terveztek kisebbet? A TPD-re gondolva. Terveztünk, csak elég csúnya lett, mert ugyanis a felújíthatós fejnek van egy csöve. Nem a felújíthatós fejnek, a sima fejnek van egy csöve. És a cső az olyan hosszú, hogy nem lehet lejjebb vinni már a kazán tetejét. Tehát csináltunk egy kisebb verziót, de az csúnya lett. Jó, de hát ez meg 20-a után az Unióban elég neccesen fog megállni. Igen. Igen. Nem gondoltatok arra, hogy esetleg együtt kéne gondolkodni? De, kivel? Mindenkivel. Tehát ez egy közösségi fejlesztésű tankrendszer lehetne akár. Arra gondolsz, mint annó a Kuzinál, hogy volt egy ilyen két vándorkazán, ami körbejárt, és aztán... A hangouton megköpködtük, hogy mi a jó, mit kéne még fejleszteni? Így van. Jelenleg nem gondolkodtunk ilyen verzióban. Hát ő az igazi mérnök ember. Szerintünk meg mélyen el kéne gondolkodni rá. Én úgy gondolom, nem. Miért nem? Azért, mert ez az ő saját egyéni döntése, aztán, ha ő ezt jónak látja, a piac meg fogja mondani, hogy ez jó, vagy nem. Ha körbe küldi, akkor mindenkinek lesz segnyugat. Mondd ezt még egyszer, Krisztián. Ha körbe küldi, akkor mindenkinek lesz emésztő táprendszeri nyílása. Ennyi. Ánusz világ. Ánusz rózsa. Ánusz rózsa. Ánusz rózsa. El akarsz menni itt? Várjál, Fifika, gyere, mert nagyon puhosak vagyunk. Menjünk arrébb kokettálni? Szerintem menjünk arrébb kokettálni, de még ide vissza fogok jönni. Ezt gondoltam. Mikrofon nélkül. De... Látnod kéne, amit láttál is, te nem láttad. Én láttam. Fifika látta. De még jó, hogy ki kell mondani, és nem kell, én mindig elbasszom a szimpla V meg a dupla V, hogy hol van. Dwarf Beta 100. podcast gravírozott edition, egy darab a világ univerzumban, és ma valaki meg fogja nyerni. Hogy ne láttam volna, nekem is jár otthon a Facebook. De ez élőben itt volt a markunkban. Na gyere, menjünk akkor erre, még visszatérünk. Hú, de kibaszott nagy gőz van itt. Bejöttünk a kisterembe. És itt a kisterembe itt nincs hangszóró. Hát ez a legjobb. Ott van a Tomi. Tomi, megtalált téged a felszolgáló úriember? Igen, megtalált. Tőlünk akart kazánt venni, meg ilyen bizéket, tombolákat. Úriember, nem csibész. Kinek akarsz kérdést feltenni? Mondjuk ott a hölgynek a sarokban. Na. Mikor kezdtél elcigarettával gőzölni? 2 éve. És mi az, ami a kezedben van? Kölcsön, nem az enyém. Az enyém tönkrement, sajnos az azért használom. Na, úriember, nem csibész. Úriember, nem csibész. Akkor gyakorlatilag kisegítettek? Azt mondja, hogy igen. És milyen eszközt használsz egyébként? Nekem csak egy pici iPad-em volt. Az a csajos iPad. Tudod, amit iPad. Nálunk is... Isten bizony, iPad. Mindig a hülyeség. Ez nagyon durva.
Jó étvágyat kívánunk, itt közben mellettünk hamburgereznek. Tudod? Jó a konyha? Ő az egyik gyékember. Azt tudom. Van még. Na, menjünk tovább. Gőz. Pólóárusok. Várj egy picit, megkérdezem Lackó Attilát, hogy szerinted hol állsz a játékban? Az utolsó helyen. Nem sokat tévedtél egyébként, de tényleg. Tuti nyerő, igazából olyan tombolát kellene csinálni, hogyha nem ütközik jogszabályba, hogy fogadni rá, hogy ki fog nyerni. És aztán egy ilyen egész görgetni lehetne. Aztán fogadni azokra, akik fogadtak, azokra, akik tomboláznak. És... De nem, azt kellett volna csinálnunk, hogy azt mondjuk, hogy aki kijön oda, az mutassa meg a telefonját, hogy hány podcast adás van rajta. És akkor nyerne. Végre. Egyszer. Ja, bár mondjuk te úgyis mindig minden szart összenyersz. Szevasztok. Menjünk tovább élni. Várjál, itt van Matyi. Szevasz, Matyó. Hello. Hello, my vapor friends. Hello. Mi van, ki iszik fröccsöt? Geri, de az nem fröccs, az szerintem csak bor. De én bort kértem. Ja. Mi a téma? Kell még egy kis Hellfire? Vagy ott hagytam nálatok? Nem Hellfire, Inferno, hülye vagyok. Inferno. A Hellfire az újszülötteknek való, ne viccelj már. Igen, otthon ezt fújja a gyerek arcába. Ezt adják a csecsemőknek, akik nem akarnak fölsírni. Hát most már egy kicsit rekettes kezd lenni a hangom azért. A féltankodat elszívtam. Tehát azon már túl vagyok. Mondjuk azt nem tudom, hogy amikor majd tényleg úgy szívni kell, akkor még bírom egyáltalán. Tehát a zsebkendők elfogytak. Meg a könnyem. Az aksit majd kérem vissza is. De a zsebkendők nem azért fogytak el. Nehogy valakinek tévképzeteit álmodjanak itt. Hát én azt láttam, hogy ti ketten valahova elmentetek ott lefele, és utána most azt mondja, hogy elfogyott a zsebkendő. Jobb ebbe bele se gondolni. Nem, itt már megy a deal. Most 500 forintért megkapható, Geri. Felezd el. Mekkora úri emberek vagytok, felezd el. És odadom, hogy 200-ast hagyjál már. Menjünk oda MC haverhez. Jó. Ez ám az igazi média. Közösségi szellem. Nyomkodjuk a telefont a találkozón. Hello, sziasztok! Na mi a helyzet? Sikerült valami kazánt beújítani? Csak annyit tudok mondani, hogy cigi, jó! De várjál, ez még az? Nem. Mi? Ez csak úgy kölcsön, vagy? Ezt most kaptam kölcsön itt egy elcigis társamtól. Ez egy tekercselhetős. Az enyém úgy tűnik, hogy megégett valamiért, vagy gyári hibás, vagy nem tudom, egy hete cseréltem a porlasztót. Most ez úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon finom és ízletes, úgyhogy itt beszélgetünk, és osztjuk meg a tapasztalatokat egymással. Mit szívsz? Elcigit. Ja, nem úgy, milyen ízű? Most éppen, szerintem ez eper. Ugye? Jól mondom? Hát én bogyós gyümölcsök, Pinkman. Pink. Várjál, a kinti az angol Pinkman? Ja, azt hittem a Heisenberges Pinkmanes vonalra fűzünk rá. Mert ja, hogy azt várjál, mert közelebb jövök a mikrofonnak. Az az aroma csak onnan van, az ígővaporztól, igen. Ő az? Hadd szagoljam meg, mert olyan rég volt. Bonts ki, mert egy kézzel nehéz. Ez a Pinkman, ez még mindig jó. Zseniális. De ettől függetlenül a Heisenberget akkor és ott én a Dunába hajítottam volna. Aztán látod, Boris azóta is azt szívja. Én sose kóstoltam, úgyhogy igazából csak a híreket hallom róla. Jó, oda megyünk, és akkor majd megnézed, hogy milyen íze van, mert az a mentolos cukorkát 10-zel megszorzod, és hallod, nagyon durva. Na, merre menjünk? Vannak olyan asztalok, amit igazából el sem lehetne érni, mert nézd oda, ott szívják, de itt oda tudunk vonulni. Vagy menjünk oda Kingához. De, nagyon unatkozik. Föl fogom dobni a napját. Közben a lézer kiégeti a szemem. Hello, kanyalóka! Ha
Nézd, de ott egy mikrofon. Mit mondja? Jaj, most nem szólok bele. Beszéltem. Élőbe vagy, beszél. Sziasztok. Édes pofa. Ő reklamált, hogy nem lehet velünk beszélni, hát most... Ja, ő volt az? Ja, hogy most jártok körbe-körbe? Igen, vándor kiállításon. De hát akkor valamit kérdezzetek, vagy nem tudom, mert ti vagy. Kihez jöttél? Kommunikációs szakért. Kihez? Igen, azt akartam mondani, hogy a családban csak egy ember tud beszélni, és ő mosolyog. Tehát ő néz ki jól, te meg a csúnya vagy, aki beszél. Ezt így szoktuk csinálni. De egy first lady-től mi mást vársz? Hát ennyi. De te direkt szívod a cigit, hogy ne kelljen beszélni? Természetesen, ahogy megfigyelted az elmúlt évek alatt, nem szeretek beszélni. Nem, ez nálad valami kényszer. Na, de mesélj, hogy de mi... De meg vagy illetődve te is, nem? Inkább a sportfröccsre fognám. Na, de mondjad egyébként, mert ezt senki nem tudja, hogy Mujó egyébként... Mujó testvére így suttog, sört iszik közben, és vaperpólóban mulatja az idejét. Szóval, hogy Mujó egyébként látjuk, mindenki tudja, hogy mennyit dolgozik, meg mennyi idejét foglalja ez le, hogy ezt hogy tudjátok otthon megoldani, vagy mert ugye hetente egy adás elmegy a podcastre. Néha halljuk, hogy mosogatsz, néha halljuk, hogy beteg vagy. Ezt tényleg halljátok? Hát, azt nem szokta átadni, a fején van a fejhallgató, de mindig mondjuk, hogy jobbulást, ki, Inga. De valamit szokott mondani. Igen, igen. Hát mi ez mindent lehet, hallunk. Akkor el vagyok foglalva magammal. Meg a mosatlannal. Aha. Ennyi. Ezeket mi tudjuk, csak hogy neked ez mennyire megterhelő, hogy ennyire le van terhelve, és ennyire tőled vesszük el mi is az időt, meg úgy egyébként a szervezkedések, meg a petíciók, meg a beadványok. Ez mind tőled veszi el effektíve a hasznos, rátfordítható időt. Hát főleg, hogyha el kell olvasnom nekem is azt a beadványt. Neked van egy saját rektorod? Hogy a fenében, ez úgy szokott működni, ha bármit megírok, akkor az első szűrő az mindig Kinga szokott lenni, úgyhogy a 20 oldalas beszédektől kezdve a hatósági beadványokon át jóformán minden átmegy a szeme és a keze alatt. A szeme alatt, keze alatt. És remek meglátásai szoktak lenni, úgyhogy így úgy alakult a dolog, hogy nagyon praktikus és lelkes szűrőjévé vált ezeknek a dolgoknak. Hogy szokták mondani, hogy minden férfi mögött? Minden férfi mögött? Van egy naplemente. Egy erős nő! Egy erős nő, látod? Az erős nők tudják, hogy ők állnak mögöttünk. Na csöpögtes, azt menjünk tovább, mert Kinga úgy megvan illetődve, így ül, néz kikerekedett szemekkel, csak hogy azok is, akik nem látják, mert nincsenek itt, érezhessék, hogy hatalmas egy kikerekedett manga szemekkel néz minket, és így most mit mondja? Igen, Kinga kifejezetten imádja, amikor így a semmiből egy kamerát vagy egy mikrofont tolnak az orra alá. Hozzunk kamerát? Ne. Fölvehetnénk pedig. Egy fotót csinálunk, hogy ő áll mögötted. Ő az, aki mindig csörömpöl. Szerintem ne. Van ilyen fotó. A Tüntin volt, amit fel is vettünk. Én arra emlékszem, hogy ültünk a meleg gőz kiáramló luknál. Nem, az egy másik Tünti volt. Ja, hát akik unalombó tüntetésekre járkálnak, kérem szépen. Hova járkálsz te, Mujó? Tüntetni. Mindig. De az is ilyen cigis tüntetés volt, ezt te szervezted. A májusi volt, igen. A májusi az Emminél. Ott készültek ezek a remek fotók. Amikor nem emlékszem. Engem is dicséri, hogy de Charlie az nem volt ilyen grandiózus, nem volt kivetítő sem. Nem volt, de felvettük GoPro kamerával. És még nem dicsérlek, már megdicsértelek. De ja, de ne, engem ne dicsérj, saját, majdnem azt mondom, hogy a feleségedet. Hú, lakodalomba akarok menni. Barátkozz több emberrel. Kinga most csak kívülről nevetett, belülről elvárásokkal teli várja a térdelést. Nem hiszem, de hogy elmondjam, Charlie, nem volt olyan a májusi, olyan hatalmas, grandiózus, mint a decemberi, amit már a te neved fémjelzett, úgyhogy igen. Hol a májam kenegeti? Szoktam és elő szoktam venni a felvételeket, ami készült az egyiken, és akkor a májusin így csóválom a fejem, hogy bárcsak beletette volna a Charlie a prasziát, abban is nem lett volna ilyen minimál, rusztikus, minimál tüntetés. Mert az milyen tüntetés volt egyébként? Hogy hívják? Az Emmy?
Az Emminél az Európa szerte lévő tüntetésnek a magyar állomása, igen. Emlékszem, emlékszem. Ott mondtad azt a nagyon hosszú beszédet. Nem volt az hosszú, az egy közepesen. Abból én húztam. Hát ez a durva. Hát ez az, mekkora lett volna, hogyha nem. Úgy kezdte volna, hogy kedves gőzlértársaim, párnát mindenki hozott magával. Helyezkedjetek el kényelmesen. A Gyűrűk ura gőzlér verziója következik. Igen, audio kommentárral a rendező részéről. Menjünk, hagyjuk a csajukat sörözni. Igen, támadjunk másokat is. Szia, Kinga! Ki legyen a következő áldozat? Béla! Hallod? Ez tök jó. Itt bazd meg járunk körbe, mint a mérgezett vad. Te meg, srácok, szevasztok, mennem kell. Szia, mutatkozz be. Szevasztok, Rácz Béla vagyok. És mit csinálsz? Csak úgy vagyok. Azt hittem, azt megyek haza. Azt is mondhattam volna, igen. Bélám, még csak, ja nincs órám, még 8 óra sem múlt sokkal. De mert itt a család, mennem kell. Együtt jöttünk, együtt megyünk. Vérzivataros időket élünk, Béla is előbb megy. Bélám, örülök, hogy ilyen rengeteget beszéltünk. Hát ennyi, majd legközelebb többet. Ez nem az éjféli szerenádos este lesz akkor. Ez nem. Az a múl. Ez meg a jövő. Sziasztok. Mindig felvétel van, vagy nem? Persze. Folyton felvétel van, hogyne. Mi a helyzet? Szevasz. Azt hiszem, hogy pont te voltál, néztem itt az előbb a kvíz pariban, vagy a Lackó Attilával, de lecsúsztatok az első helyről. A milyen első helyről? Még egyszer? Milyen első helyről? A kvíz nem töltötted ki? Igen. Na, azt mondom, hogy mind a ketten ugyanannyi pontszámmal álltok, de már valaki beelőzött titeket. Ó. Kitörlöm, hagyjad. Mi a helyzet, Nagyi? Mit szívsz? Na, várjál. A fogamat. Hát ne a fogadat szívja. Figyelj, van még abból a finom likvidből hozza? Légy szíves, nekem minden ingyen kell, tudod. De, Gergő. Hozd a likvidet, Nagyi kért. Kitöltöttétek a kvízt? Micsoda? Hogy mi? Hát hármas. Ez nem a teszter. De ez az. De ez hányas teszter? Hát ez a külön játék. Köszönöm mindenkinek, de ez nem kell. Nem? Ez a külön díj. Igen. Tombola? Mikor lesz? Hát akkor, amikor körbeérünk, megnézem a papírt, és aztán ennyi. Milyen tesztet? Na jó, menjünk tovább. Hova tűnt Fifika? Fifika meglépett itt menet közben, nem kizárt, hogy a kisfiúknak fönntartott helyiségbe tűnt el, vagy nem tudjuk. Ja, én kérek elnézést. Nem láttam a honbár nagy fejedet. Na fogjad ezt a szart, aztán dugd az orra alá, kivel beszélsz. A debreceni vaperek krémjét vallatom éppen. Nem tudom, hogy ez mond-e neked valamit ez a városnév, hogy Debrecen. Semmit az ég egy adt a világon. Ott valami... Tényikázok az orrodba! Nem tudom, mi volt Debrecenben? A kakason kívül. Hát pulyka kakason. és éppen arról beszélgettünk, hogy mekkora közösség volt annak idején Debrecenben. Mondjál erről egy pár szót. Mondtad te, hogy kapok egy mikrofon, sziasztok. Hát mit mondjak egy pár szót? Azt, amit az előbb is mondtam neked, Fifika. Na hát honnan is kezdjem. Sziasztok, Böjtös Árpád vagyok. Tehát az a lényeg, hogy már meg se lehet mondani, hogy hány éve kezdtük el Debrecenbe az ilyen kisebb találkozókat. Nem vagyok doktor. Szóval, hogy évekkel ezelőtt elkezdtük, már nem tudom, egy olyan három éve már biztos, nem? Igen.
Annyi biztos. Na, a lényeg az, hogy mikor elkezdtük ezeket a találkozókat így megszervezni, akkor körülbelül az első 5-10 alkalom biztosan úgy sült el, hogy egy körülbelül ekkora helyet hoztunk nagy asztalokkal, feltöltve meg székekkel egymás mellett. Úgy töltöttünk meg, hogy alsangon egy olyan 40 fő aktívan részt vett ezen az ilyen találkozókon, és az egész arról szólt, hogy amellett, hogy söröztünk, meg ittunk, meg volt, hogy alkalmasint jól be is rúgtunk, amellett egymásnak segítettünk, hogy még annó a Helixet, hogy kell felújítani, mit csináljál vele, miért folyik, miért szörcsög, és ilyenekről szólt az egész este, és ez szinte hajnalig. És valahogy úgy átalakult ez az egész az évek folyamán, és beszűkült egy olyan 10-15 főre, aki össze-össze jár különböző kocsmák, na nem különböző, mert általában egy helyre törekszünk, és arra mindenképpen törekszünk, hogy lehetőleg egy hónapon belül egy alkalommal összejöjjünk. De már ott tartunk, hogy igazából mindenki meg tudja tekerni magának, amilyen van, ezzel minek töltsük az időt, pedig ez az egész innen indult. És hát ezt ecseteltem, hogy ez egy nagyon érdekes jelenség, ezt így megfigyelve, úgy elindítva ezt a közösséget, és utána most meg azt tapasztalni, hogy hol tartunk. De én nem hiszem azt, hogy ezt... Tehát a mozgató rugójának nem azt érezném, hogy ingyen likvidet vigyünk, meg ingyen ropit, meg ingyen sört, hanem pont azt tartotta össze itt az embereket, de mégis lemorzsolódtak. Valahogy olyan érdektelenség. Igen, erre alkottunk most az előbb egy szót, hogy szociális lustaság van. Tehát szociálisan lusta a nép. Nem tudom, nehéz kimozdítani az emberek. Te mit gondolsz erről, Fifika? Nyilván ennek mi is szenvedő alanyai vagyunk folyamatosan, de ezt a szót, amit itt most a 100. podcast alkalmából kreáltatok Debrecenből, ezt nagyon szépen köszönjük. Ezt befogjuk vezetni a köztudatba szociálisan lusta kifejezést, így van. Ez egy akár jó cím is lehet. De egyébként igen, tehát én is azt veszem észre a mi kis közösségünkben, hogy egyrészt kevesebben lettünk, másrészt meg már annyira ismerjük egymást, hogy gyakorlatilag már nem is az e-cigaretta tartja össze a közösséget, hanem az, hogy tényleg jó ismerősök, meg jó barátok legyenek együtt, miközben gőzölnek is. Azt meg már, hogy kell tekerni, hát érted, hetente 3-4-5-6 videó születik a neten, és nyilvánvalóan köszönhető ez azoknak, akik masszívan videóznak. Blacky miatt nincs közösség. Mondjuk, mert a Blacky miatt nincsen pénzük, de most már úgy néz ki, hogy a Blacky miatt nincs közösség. Nincs mit csinálni, mert csak ül a sok vaper otthon, egy tál pattogatott kukoricával az ölében, és akkor nézi a Blacky videóit. Azért arra én még emlékszem, amikor 4-5 évvel ezelőtt, még ha egy héten vagy két héten egyszer főkerült egy videó, akkor valami óriási dolognak számított, és akkor már mindenki készítette be a ropét, meg a különböző rákcsálnivalót, mert akkor este le lehetett ülni a YouTube elé, ezt megnézni, hogy éppen a Helixet hogy kell szétfűrészelni, vagy szétkapni. Billegtetni, és esetleg fölújítani, mert ugye a magyar az fölújításban óriási trúvájukra képes. Na, ha már Debrecennél tartunk, neked van-e bármiféle gondolatod arról, hogy a debreceni kutatást miért ilyen kevesen támogatták? Egyébként egyszerűen össze tudom foglalni. Véleményem szerint ez a szociális lustaság játszik ott is. Nem? Mondjuk egyébként én elmentem. Tehát én
Négy és fél éve hagytam el a dohányzást, egyik napról a másikra ezekkel a kütyükkel, hogy így mondjam. Egyik napról a másikra, ez egy fontos dolog, mert én egy másfél-két doboznyi cigit szívtam naponta. Én azt, így utólag azt mondom, hogy az elég brutálisan sok volt. Vannak, akik túl teljesítenek, de alapvetően sok. Mégpedig 100-as kék multiból. Jó kis... Amikor át kellett számítani, hogy milyen likvidet szívjak, akkor 18-asra kellett indítani. Keményen. Na most... Hogy mondjam neked, én szívesen elmentem volna erre a kutatásra. Egy dolgot nem akartam bevállalni, hogy még egyszer cigit vegyek a számba. Tehát az ennyire egyszerű. Ha én párhuzamosan szívnám a cigit, és úgy a szívnám a gőzt, akkor nem lett volna akadály. Tehát akkor egy személlyel több lett volna, ez biztos, de így én nem tudtam bevállalni. Szerintem mások pedig nem tesznek annyit hozzá ehhez a... hogy ennek milyen súlya lenne, nem fogják fel. Nem értékelik, hanem azt mondják, hogy majd meg lesz a forrásom, majd izé, az neki nem fontos. Megkérdezi az adott forrását, hogy hogy lesz likvid, hogy lesz valami, ó, megoldjuk majd okosba, és innentől kezdve ez nem fontos. Mit gondolsz? Az Zokni úr szeretne hozzászólni a témához. Átadnám a szót Dánielnek. Köszönöm. Igazság szerint, ahogy én gondolom, van-e mögött még egy dolog, most, hogyha kifejezetten a debreceni kutatásnál tartunk. Hát beszélgettem egy pár debreceni vaper ismerősömmel, és hát, mondhatom, hogy a vége úgyis minden esetben az volt, hogy azt mondták, hogy hát láttuk mi már az aláírásgyűjtéseket, láttuk mi már a kezdeményezéseket, az se érdekelte a kutyát se, akkor ez se fog érdekelni a kutyát se, én meg azért nem fogok egy hétig cigizni. Úgyhogy most csak annyit tettem hozzá, hogy én hallottam már ilyen hozzáállásokat is. Meg nem tudom, mint hogyha az egyik podcastben hallottam volna egy nevet, amit Charlie említett, mert ugye ő szokta mondani, hogy kik mentek el még a kutatásról, mint hogyha egy Kardos Sándor nevet hallottam volna. Ez volt közte ilyen, nem tudod? Nem emlékszem. Nem emlékszel? Márpi? Mert hogyha jól hallottam azt a nevet... Ha jól hallottam azt a nevet, hát Kardos Sándor az egy debreceni vaper. Úgyhogy mielőtt azért egész Debrecen le lenne húzva, hogy nekünk itt van a szomszédban, mi a fenér, nem megyünk el, azért van köztünk olyan, aki bevállalta. Én egyébként egyszer elmondtam, azt nem is tudom, már lehet, hogy a vamperben mondtam el még annak idején, hogy én például miért nem tudtam elmenni. Volt rá egy pár okom. Hát gyakorlatilag megint rácsesztem az őszinteségre, elmondtam, hogy mi van, mi a helyzet, hogy legalább valaki tisztálása, aki nem érti, hogy miért nem mennek el egyes. És annak is ugye az lett a vége, hogy hát akkor az én kurva anyámat basszam meg. Mert hogy akkor inkább hallgattam volna meg mindent, de én nem akartam hallgatni, mert úgy döntöttem, hogy legalább egy indokot halljanak már ők is, hogy egy olyan, aki itt van Debrecenben, például én, miért nem megyek el? Most mondjam, hogy miért nem megyek el. Nekem két fontos indokom van rá. Az egyik az, hogy nekem egyébként, hát szerintem most már lassan jó pár éve kinőttem, de egyébként fiatalabb koromban bronhitiszem volt. De én úgy tudom, hogy az soha nem múlik el teljesen, és az szerintem befolyásolna az eredményt. A másik pedig az, hogy annak idején, amikor letettem a cigit, én 6-ossal tettem le, 6-os levet szívtam, és emlékszem arra a majdnem 2 hónapra, amíg gyakorlatilag majdnem szétmentem a barátnőmmel. Mostanra már egy 11 éves kapcsolatot kockáztatnék vele, hogyha ezt megint megpróbálnám eljátszani, úgyhogy mondhatjuk úgy, hogy a családi indokokból is döntöttem úgy, hogy ezt kiadjon, pedig egyébként körülbelül 2 hétig gondolkoztam rajta, hogy bevállaljam vagy ne. Na azok után, amilyen kommenteket kaptam, azok után végleg úgy döntöttem, hogy akkor én ezt most inkább nem vállalom be, mert hogyha már láthatlanban az én jó édes anyámat, akkor most már ki is szeretném érdemelni. Jó, hát van egy olyan vélemény, hülye voltam, mert 6-ossal kezdtem. Igen, egyébként azt hozzá kell tennem, hogy nekem a barátnőm vette az első ecigimet. Ő mutatta meg nekem Blackinek a videóit is. Gyakorlatilag én annak idején még a Szalzsák projektes ehelt kezdtem el, de én voltam az, aki a Fekete Fórumon a bemutatkozásnál kiírta, hogy
Én vagyok szerintem az egyetlen, aki soha az életben nem fogja szívni az eheltet, mert ugyan tényleg eléggé szarzsák projektbe való vacak, de körülbelül 2 hét alatt elért nálam még ez is annyit, persze jó adag akarat erővel, hogy már csak a kávénál éreztem azt, hogy nekem azért hiányzik a cigi. De kitartottam mellette, nem tettem le. De akkor most nem csinálok neked ingyen reklámot, jó? Nem. A többi az történelem. Te vagy a bőtosan a főt. Mit keres neked az avatarodod a kibaszott trafik fölé? Hát, a mögött volt, hogy próbáljuk azt hívtam. Mit? Egy trafik fölérett van. Nekem most esett le, hogy kiül egyébként velem szembe, ugye a Böjtös Árpi, aki nem tudná, neki a Facebookos avatarja úgy néz ki, hogy egy trafik fölírat van a háta mögött, és én szentül meg voltam győződve idáig róla, hogy neki trafikja van. De most akkor Most jön a lelepleződés, mert nem trafikod van, hanem dacból annak idején, és folytasd tovább. Igen, voltam olyan pofátlan, hogy mikor megcsinálták ezeket a trafikokat, oda mentem egy szépen kimatricázott nagy falhoz, és éppen keresem itt a Facebookon azt a képet, mert én már azt sem tudom, hogy hol van. Szóval oda mentem, és képes voltam az akkor 2.5-ös provarimmal, meg a mit tudom én milyen tankkal rajta, egy jó kövér gőzt tolni nekik, hogy na ennyit a trafikotokról. És, de akkor ezek szerint ezt félreértelmezted, de vannak még sokan így? Tehát én voltam a, mondjuk úgy, hogy köcsög, trafikos? Nem, csak, tehát érted, piciben... Tehát, hogyha ilyen picibe ránézel a képre, mondjuk a hozzászólsz valamihez, akkor csak azt látom, hogy ott egy nemzeti trafik embléma van a hátad megett. Úgyhogy nekem ez folyamatosan, na, biztos a Böjtös Árpinak van egy trafikja, még büszke is rá bassza meg, mert ott van a háta megett. Az embléma. Pedig csak meg... Szóval az a baj ezekkel a Facebook avatarokkal egyébként, ezt most üzenem mindenkinek, hogy 90%-ban mindenkinek az arcát vagy a gőzt takarja, de akkor ezek szerint a tiédet nem takarta, csak a hátad mögött volt a trafik embléma. Hát ennyi. Köszönöm szépen a debreceni szuperuserek megnyilvánulásait. Sziasztok! Na, közben megmozdulok én is, mert borzasztó, hogy egyébként meg itt hagynak állandóan magamra. Úgyhogy most a szegedi szuperuserek asztalánál teszem le a lantot, szívemnek kedves város, ugye, miután itt születtem. És abban a megtisztelő, nem is tudom, hogyan fejezzem ki magam, abban a megtiszteltetésben van részem, hogy itt ül velem, vagy itt ül mellettem az az ember, aki egyébként fölhozott minket ma Budapestre, és nem olyan régen e-cigaretta fölhasználó. És remélhetőleg haza is visz, igen. Hogy találkoztál az e-cigarettával, és mi késztetett arra, hogy használd? Egy munkatársamnál láttam, nem tudom, hogy azóta hogy áll vele, nekem bejött. Tavaly november környékén kezdtem váltóüzemben használni, és hát nagyjából egy bő 2 hónapja csak ezt használom. Ennyi kb. A történetem. Egyébként, ami elhangzott korábban egy kérdés, a nikotincsökkentésről hozzátenném, hogy tényleg érzés alapján működik a dolog, nincsen rá recept, de föl fog tűnni, hogyha sok. És hát külön szeretném még megköszönni a párásító csapatnak, hogy ezt a hangulatos és kellemes rendezvényt összehozták, és itt lehetek. Köszönjük szépen. Kicsit
kicsit bátortalan felszopást hallottunk, de... de jól esett. Charlie, hogy állunk a tombolával? Úristen, számol. Mindenki számol. Hölgyeim és uraim, akkor elkezdenénk a kvízjátéknak a sorsolását, illetve az eredmény hirdetését. Lackó Attila, az arcodat add már oda a felszolgálóknak, vigyék ki innen, mert kurva nagy. Veszem. Jó, rendben. Azt el lehet tenni, az málna. Csak a flakont vigyázzá. Na, tehát, mindenki figyel. Hello, hello, my vapor friends. Na, fiúk, lányok, az van, hogy megnéztük, és senkinek nem volt tökéletesen kitöltött tesztje. Mindenki hangosan zokog. Viszont van egy majdnem tökéletes, egy hibája volt csak, és utána olyan következik, ami még soha nem volt Magyarországon. Aranylövés. Mert a kettő, azaz a második helyezetből kettő darab személy van. Lackó Attila, szopni fogsz. Addig találj ki valami durvát vele együtt. Mondjuk a macskája neve, vagy ilyenek. Na, kezdem hátulról, és mondom nektek, hogy a harmadik helyezett Attila HKV. Hű, akkor még rosszabb, mert akkor bizony még a vizéről is lecsúsztál, töki. Hát tényleg mutattam neked, hogy 17. Hát akkor harmadik vagy. Nagyon durva. Na, a másodiknál lesz az aranylövés. Vegyük elő, hogy mit nyer a harmadik. Az egy büdös lófaszt kap. Az nem. Rá van írva az acskóra. Hagyjad, majd segítenek a segítők. Onnan állja. Ott a harmadik a kezedben? Akkor légy szíves, mondjad, hogy mi van benne. Van benne egy podcast edition. Add ide. Szóval van benne egy Pilvax Liquid 100 ml-es, mind a hármunk által aláírt csatos üvegben, vákumzárt kávéval ízesített. 200-ig vársz vele, hallod, ez megbudjan. Aztán mi van még mellette? 30 millis Vera. Lehet, hogy ő volt az egyik kedvencünk. Egyébként nem nyitjuk ki, mert ez olyan. Illetve egy 100 millis, de nem mondjuk ki, hogy milyen erősségű, nikotinos. Nem mond ki. Figyelj, nem lehetne, hogy odaálltok a kabáthoz, hogy lássanak belőletek valamit a... Hát ezt leszarjuk. Tessék. Na, szóval a harmadik helyezett díja. Ez puszit nem adunk. Nincsenek cheerleadereink, de egy tapsot megérdemel. Jó, akkor az aranylövéshez szólítanánk ki Matulabát és Timet, vagy Tényelem? Nem tudom. Gyertek! Pipika, szerintem valami egyszerű. Aranylövés, aranylövés. Jó, az a szomorú helyzet állt fel, fiúk, hogy ide, úgy legjobbkor jössz ide. Kicsit hátrébb, egymással szembe. Egymással szembe farkas szemet néztek, nem mosolyog egyik se, és nem pislog, mert elveszti. Amelyikötök előbb válaszol, megnyeri. Amelyik később válaszol, semmit nem visz haza, csak a tapasztalatot. Aki nem találja el,
és ha egyikötök sem találja el, aki közelebb áll hozzá, az fogja megnyerni. Itt most projekt van, tehát nem ászkáljatok, könyörgöm. Tehát, Fifika, add elő a kérdést. Egy számot szeretnék hallani, aki eltalálja, vagy közelebb áll hozzá, az fog nyerni. Hány házi állatom van otthon? Nem. Öt, te? Ott a... Nevedet kérem szépen. Tóth Gyula nyerte meg. Egyébként neked is gratulálunk, de most ez dobta a gép sajnos. Fifika gratulálja a vesztesnek is. Aki nyertes igazából. Igazából nyertes vagy, és neked majd külön kitalálunk valamit egyébként. A kettes. Kettes, ugyanúgy benne van a 100 milli likvid. Egy. Plusz benne van egy. Mondjad? Igen, és akkor a vesztesnek se engedjük meg, hogy ne, puszit akarsz neki adni? Úgy megindulta, de ő nyerte. Hallod? Add már neki oda. Neki. Ő nyert a szétlövésben. Igen, és ő a vesztes, ő azért kap tőlünk. Az csak úgy. És akkor jöjjön az az ember, aki mindenkit maga mögé utasított a mai napon, nem hagyott senkit érvényesülni a totón. Kérek, senki nem ászkáljon itt többet, mert kurvára nehéz így csinálni. Nem más, ez jó pofa, most minden Zoli ide fog jönni, de Zoli. Gratulálunk Zolinak. Gratulálok. Jó új arcokat látni, akik nyernek, és ezek szerint hallgatod a podcastet. Fifika mit nyert? Nem te, hanem ő. Nem mondod. Jó, az ő díja az első helyezettnek egy Coolfire 4 plusz, ami kompletten egy készülék kazánnal. Ez az ecigi mesteráruháznak a felajánlása volt. Emellé megkapja a jubileumi 100-as likvidet, megkapja a ki nem mondott aromát, és a Ruby's Originals-nak az egyik likvidjét. Ki nem mond. Gratulálunk neki! És akkor itt még nincs vége, most jön az Ease Quiz. Három íz volt, és azt kértük, hogy minden ízre külön-külön, vagy minden íznek szenteljetek egy-egy cetlit. Nem mindenkinek sikerült megugrani ezt a feladatot, kiesett. Az első, nem kell összehajtani, csak dobjátok bele. Úgy. Add ide a dob, úgy is van, hullik kifele. Az első íz, ami egyébként mi volt, az első íz egyébként ananász volt. És akkor megkérem Mujót, hogy húzzon egyet. Garami Gábor, nem mondod, hogy te vagy. Az Isten nem mossa le rólunk. Jó, de itt van. Garami Gábor. Garami Gábor volt, akkor ő... Igen, és egyébként csúnyán írsz. Jó, az tök mindegy, az ugyanaz mindegyik. Mindegyiknek a nyereménye egyébként egy-egy 30-as íz az új ízekből. Úgyhogy gratulálunk. Úgyhogy kiveszi. Kivette. Képzeld el. Hallod. Ez a technika hol tart?
Húzd ki. Várja így, hogy lehessen. Várja, hol a doboz? Itt a kamera. Oké. Nem hiszitek el. Garami Gábor. Jó, Gábor roppan sportszerűen azt mondta, hogy húzzunk még egyet, de ha az is te leszel, akkor, akkor kiderül, hogy itt, itt valami csalás van. Hát ez zseniális. Hát ezt nem hiszem el. Csak vicceltem. Gellért Dániel. Gellért Dániel. Elment? Mandarin narancs, de nem nyered meg, mert csak hármasra értékelted. Négyes fölött lehetett volna. Na mindegy. Oké. Gratulálunk ezúton is. Gratulálok. És akkor most jön... Hát ez mekkora, kihúzza kétszer? Három darab van, nagyon erőség. Ja igen, roppan tehetségesek voltatok, és három darab... És ez is olyan, hogy még ez sem helyes, de az arany szívünk. Meg hát hülyén nézett volna ki, hogyha senki nem nyeri meg. Most ez... De nehéz dolguk volt egyébként, mert körülbelül annyira specifikus ízt kellett volna eltalálni, hogy téli naplementében kelet felé nézve az enyhén málnás kutyaszőr. Tehát nagyon komoly. Igen. Na... Várja, a kezedet mutatom, mert nem fogják elhinni, hogy... Ez mi volt ez az íz? Nem. Ez az áfonyás süti volt, amit senki nem írt a lapjára. Megijedtem. Legközelebb hozzá a tejszínes kekszel. Határeset, határeset. Gergő, ez nem a te tejszíned. Matula Zoltán. Nem hiszem el. Jó, jó, oké. Hagyjuk a francba. Szarokra. Jó, fiúk, akkor ennyi volt az... Ennyi volt a mi a túró? Az ízkvíz és a tombola. Nem, a tombola most jön. Mi? A totó. A tombolához kicsit... Egy sorba hozzuk magunkat, és hamarosan jövünk, addig is további jó gőzölgést. Halihó, tombola nyertesek, akik az előbb elmentetek. Nem tombola, akkor se az volt. Kvíz kérdés. Az egyik volt a Lackó Attila. A másik két úriembert kérem fáradjon ide, mert valamit elfelejtettünk odaadni. Fifik a szüzességét. Egyből megfordultak. Lackó Attila, nem jöttél ide, sose volt ilyen, oklevelet kaptál volna, de ezt most virtuálisan, szakrálisan, rituálisan a seggem fogom kitörölni vele, pedig rajta van, hogy igazolja, hogy sikeresen és eredményesen kitöltötted a jubileumi kérdést. Maradj már a VIP helyeddel. Gratulálunk még egyszer. A nagyján túl vagyunk, de annyi van még... Nem sok. Vigyázz, appelzó. Szóval annyi van még, hogy most jön az érzelgős rész, hogy mindenkinek megköszönjük ezt az elmúlt 100 hetet, meg 100 adást. Elénekeljük az Ebony and Ivory-t. Fifika, te mikrofonod is él. Ragad magadhoz. Elvileg. Jó reggelt, jó szurkolást. Szóval jön a május 20-a. Nem lesz könnyű. Szenvedni fogunk, pláne a kocsist, ami beáll a kamerába, de addig csináljuk, amíg engedik, vagy lehet. Ha lekapcsolnak minket, akkor kimegyünk a picsába is, és onnan csináljuk, ahon. Ah, benne állok, persze, hát neked benne kell lenni, valahogy, vagy vidd arrébb, Tomi. Szóval mi csináljuk tovább, a végére tartogatjuk majd a tematikus adásokat, ahol foglalkozunk a TPD-vel, foglalkozunk a... Hogyan éljük túl helyzettel? A spájzolni, spájzolni, spájzolni. És arra kérnék először is Lackó Attila.
Álljál föl, légy szíves. És ha már hoztál nekünk, nem tudom miért, de málnás tortát. Mi az a málna? Nem tudom. Szóval gyere, légy szíves, és kezd el szeletelni. És 140 szelet nem fog kijönni belőle, de szerintem még 100 se, úgyhogy csináljuk azt, hogy nagyon kulturáltan itt, az én kezemnél elkezdtek sorakozni. Ez az. Ó, tombola egy szelet tortáért. Remek. Nagyon jó. A következő szám. Húzzad. Nem. Elkezdi vágni Attila. Közben megköszönjük neki és a párjának, hogy megcsinálták ezt a gyönyörű málnás tortát. És gyönyörű bordó színe is van egyébként. Egészen elképesztő ez a burgundi vörös. És Fifika, Mujó, meg akik nekünk segítettek most, aki még itt van. Hol vagy? Kocsis Tomi. Igen, Dénes csak még a Boris felé akarta mutatni, hogy gyertek már ide egy picit, hogy kocincsunk együtt a 100. adás emlékére. Én nem ihatok, de majd ásványvízzel kocintok. Ott a pezsgő, vegyetek el egyet. Várjál. Tegyük le. Neked is, Matyika, vedd el. Ne a modot, úgy. És hát nagyon-nagyon köszi, hogy hallgattok minket, és egy-egy ilyen összejövetel alkalmával megleptek minket ezzel a nagy számmal, hogy milyen rengetegen vagytok. És sajnáljuk, hogy ilyen hirtelen elindultok. Ez van, fiúk. Tombol a vége. Éljenek a vaperek. Elindítottam. Jó. És ahogy hallom, a stadionban is minket ünnepelnek. Igen, igen. Úgyhogy egészségetekre, és akkor még sokszor százat. Egészségükre. Kaptam pezsgőt. Mert venni ott a pezsgőt. Kellett. Ja, hogy... De... Egészség. Matyi. Egészség. Attila. Senki nem akar tortázni? Oké, oda nem tudjuk vinni senkinek. Egészségetekre, köszönjük egészségetekre, szépen. Köszönjük szépen. Ezt a szégyent föl kell állni a tortáért. A büdös kurva életbe. Én is kapok egy szeretet, Attika? Te vezetsz, te nem kaphatsz. Nem fogyózol. Ez nem az a film. Nézd oda, hallod? Már lögdös. Hol a torta? Az... Erre még nem jött senki. Figyelj, mert ez hány szeletre vágod ezt így? Szerintem 3-ra. Jó, akkor vágjad, bazd meg 2-re. Puszi, jól néz ki a torta egyébként azoknak. Üzenem, akik nincsenek itt, meg is próbálom mutatni. Az még hagyján, hogy jól néz ki, de nagyon finom. Igen, várjál, akkor most jön a Paraszt Podcast, amikor evés köz... Úgy is van, dobáljátok a földre. Hát az valami isteni. Nagyon jó. Nagyon jó. Kocsis Tomi, teleköpködtem tortával a mikrofonod. Túrótorta. Málnás túrótorta. Azt nem tudom, hogy Mystic Málnása, de legalább olyan finom tortába, mint a Mystic Liquidbe. Ropog még a málna a fogam alatt. Miért rá akarsz ülni a dobozra, vagy mi? Nem, mit akarsz? Ilyet. 30-at. Nem. Várja, nem, ez az. Ez az. Ez az. És azért szerintem csendben, tele szájjal köszönjük meg a támogatóinknak.
Igen. Minden egyes magán személynek, aki hozzájárult az est sikeréhez, akár tettekkel, akár termékkel, illetve annak a egy darab kereskedőnek talán, egy volt, illetve hát te, mint kereskedő. De akkor mondjuk úgy, hogy az egy darab kereskedő és a két darab gyártó. Igen. Igen. Egyik kézből, ha nincs tányér. Egyébként kurva jó. Nevén is nevezheted őket, Charlie, nem sértődnek meg. Tessék? Nevén is nevezheted őket, nem sértődnek meg. Fiúk, ott van még a pezsgő is, tehát nyugodtan igyatok, vagy valami, vagy bármi. Ha már nem volt hármas likvid, csak hatos, így áll. Így áll. Az legalább meglátszik. Nullás? Charlie, akkor soroljuk már föl azt a három darab tevékeny céget, amelyik hozzájárult a sikerünkhöz. Három darab? Jó. Az egyik az elcigi mester volt, aki egy móddal támogatott meg minket. A másik Misztik Peti volt, aki nem tudom, hogy vagytok-e itt még, vagy hallgattok-e bennünket. Körülbelül 180 üveg likvidet küldött, és ott volt még gondolsz a román medve csalogatóra? A román medve csalogatóra. A Blossz cigre, akit most direkt nem hálálkodhatsz magadnak, de egyébként ő is tevékenyen több száz üveg likviddel hozzájárult, és emellett szerintem rohadtul meg kell köszönni azoknak a magánszemélyeknek, akik erejükön felül teljesítve most is, mint az előző felhívásunknál. Senki nem várta el tőlük, és mégis rengeteg dolgot küldtek. Köszönjük Blackinek, köszönjük Dávid Zsoltinak, köszönjük annak a hallgatónak, aki Németországból küldte, ne haragudjon, hogy nem tudom a nevét, de onnan küldte DHL-lel a csomagot. Elképesztő mennyiségű cuccot, én azt hittem, hogy sose lesz vége. Csak jöttek még mindig az acskók. Pedig Krisztián még tudott volna sorsolni. Ó, benne van a jobb kezemben, erre van trenírozva. Figyelj! A következő nyeremény egy Macintos notebook. Andor, tudod mit? A következő legyen Andornak a kazánja. Nem vetted fel a telefont, szia Andor! Szevasz! Ennyi. Ennyi. Pedig megígértem neked, Andor, hogy elhangzik a podcastbe, pedig az egy geci jó kazán. Jó dolgozik ez a lackó gyerek, megtartjuk? Meg. Attila, takarítasz is? Nem. Szopok, nyalog, gombot varok. És természetesen köszönjük meg azoknak is, akik ma itt segítettek nekünk, mert nélkülük nehéz lett volna véghez vinni. És köszönjétek meg nekem is. Így van. Épp azt akar. Tehát, ha nem szólsz a diszkuláddal, akkor épp azt akartam mondani. Mivel? Hogy, hát, mert ilyen diszgyerek vagy, tudod, ez a diszkurátor, vagy beszarok. Diszgyoké, vagy nem minden tudom. Minden nap egy új szó, mint az Oscarba. Tehát köszönjük meg Charlie-nak is, aki egyébként egy köcsög, de ő dolgozik a legtöbbet ezen a projekten, amit azért kevesen tudnak, csak azt látják, hogy néha mi ez, amikor te... Gázóra fejű? Hát nem a gáz, azt tudja mindenki, hogy gázóra fejed van. Nem, hanem amikor így fölébred benned a kakas. Az anyatigris? Az anyatigris. Nem tudom, milyen az. Bebújik a bugi a lábadba. Belekerül a bugi a lábába, meg a kezébe. Na de, megbocsátjuk neki, mert legalább csinál valamit. Charlie egy erőskezű projektvezető. Egyébként én 10 percre szerettem volna elmenni toalettre, de nem enged. Ennyi. Úgyhogy köszönjük mindannyiunknak. Igen. A tortát pedig úgy egyétek, hogy ahogy elnézem Lackó Attilát, többet soha büdös életben nem kapunk, mert nem elég, hogy hozza. Charlie még be is fogja szeletelni. Hát utána ne engem korbácsodnak, hogy nekem nem jutott torta. Ott van, ő vágta. Ne kérdezősködj, Attila, vágjad. És amint tudjuk, hát senki nem az ajándékokért jön, de mi örömmel adtuk azokat, amiket mások felajánlottak.
Ez így van. Direkt nem a mikrofonba kérdezte Mújó, hogy elmehet-e WC-re. Tanító bácsi. Mújó, mérem 5 perc. De akkor köszönjünk el. Köszönjünk el, és akkor amit megbeszéltünk, ez volt az utolsó, hogy így jelentkeztünk be. Ezek után a 100 följogosít minket arra, hogy mondjuk ki, menők legyünk. Nincsen többé azon vita, hogy ki az alias és ki a azaz. Tehát a 101. adásból majd meghallgathatjuk. Aztán lehet, hogy nagyon hamar vége lesz május 20-ával, hogyha valamelyik előgondolkodó kitalálja, hogy tulajdonképp miattunk van ennyi e-cigarettás Magyarországon. De... És levadászik minket a Gyemszi kommandó. Lehet, hogy itt is itt voltak, vigyázzál. Olyan Ildikó féle. Mindig csak itt téged kell... Hol van? Hol a pifko? Hol a pifko? Itt van a glicerin. Hol az anális intruder? Na, szóval mindegy. Hát csináljuk tovább, ahogy tudjuk. Így van. Ha más nem, akkor majd kimegyünk a medveköztársaságba. Annyit még akkor mondjunk el azért, hogy hova fog kerülni a tombolán befolyt összeg. Természetesen a tombolán befolyt összeg az a mi technikai felkészültségünket fogja gyarapítani. Vagyis mikrofon lesz belőle, keverőpult. Sör nem. Ilyeneket nem mondjam, mert tehát csak ezeket a szavakat fogja valaki majd kiemelni. Meg a sesző. Egy biztos laptopot. Sesső szigeteket. Laptopot egyet már nem kell venni, mert azt is. Pedig nem kértük. Pedig nem kértük, így van. Úgyhogy köszönjük azt is nagyon szépen Petinek, és találkozunk jövő héten. Amit most már szombat van, ez talán holnap, de inkább hétfőn fölrakom, és már szerdán jön a következő, vagyis hát csütörtökön. Csütörtökön, így van. Tehát, hogy megérte várni ezt a nagy laufot itt az előző két adás között, mert most rohamos tempóban fogunk jelentkezni jövő héten újra. És innentől kezdve minden nap lesz egy podcast. Csak viccet. Napi podcast. Reggeli kávé mellé. Egy élmény volt veletek ismét. Sziasztok. Köszi, sziasztok.